Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Nem kapkodunk, 6 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello Bello, gyerekek, itt vagyunk, és miért remekül szólunk, te jó Isten. Tegyük össze a két kezünket, ez maradjon is így. 9-ig jó lesz, tudod, akkor indítják az aggregátort. Akkor igen, valami történik, és elmegy a hangunk. De most ez hallod ezt, te is hallod ezt? Most ezt meg kell jegyezni, fotózd le a füleid, Zsül, és akkor ezt próbáld mindig beállítani. Állítólag valamilyen hát hogy is szokták ezt mondani, van egy drága kő csiszoló berendezés van itt az épületen belül, és időnként bekapcsolják, nem azért, mert drága követ csiszolnak vele, csak hogy ne álljon be valószínűleg, és bekapcsolják valamikor, és abban a pillanatban hirtelen ez megingatja az épületnek, meg a környezetében lévő összes vállalkozásnak az energia. Tehát ez zavar itt be, és ez egy kicsit elállítja a pultot? Igen. Most csak mondom neked, hogy olyan 6 órától már érkeznek azok az emberek, akik ehhez értenek, már hogy a gyémánt csiszoláshoz és aranyöntéshez. Miért van az, hogy mindig 9 óra után érezzük ezt, hogy valahogy 9 után esik ez be, igen. 6-tól 9-ig nem csiszolnak, de gyémántot 9-kor meg elindul. Hát megbeszéljük, figyelj, a gyémánt csiszolás, Feri. Elmondom neked. Mondjuk, hogy hülye vagyok. Hisz nem értek hozzá. Én paraszt vagyok, de te. Várjál, de hát mi nagyon sokat csiszoltunk gyémántot annak idején gyerekkoromban. Csak szénformájában. Persze, amikor nem tudtunk másinek, kint esett az eső, és nem tudunk biciklizni, akkor gyémántot csiszoltunk, és hogy azért az nem egy ilyen recipóhan bekaplak típusú meló. Tehát, hogy ott azért... Ez puszi meló az, hát, igen? Ilyen, hát de 6-tól 9-ig azért ezt meg kell beszélni. Reggeli 9-kor nekiállnak. Érted, egy kávé mellett megdumálják, hogy jobbról balra, balról jobbra, át ellenbe, vagy ellenbe át. Aha. Hány laposra císzolják? Hány lapos, akkor lejje 32 vagy 64. Aha. Világos. Hogy csillanjon meg rajta a műhely fénye? Hát pontosan így van. Világos. Na jó, van mindegy, szóval minden esetre most jól. Jól szólunk. Gyerekek, ez a január, ez nem olyan, mint a soha nem lenne vége, nem? Azt érted, hogy még mindig van egy hét a januárból, nem? De hónapok óta január lenne. Mondják, hogy a legsötétebb, leghosszabb hónap, de hogy én is azt hiszem, hogy a naptár, és már azt hittem, hogy ezen a héten, hét közepén már február van. Tehát ilyen 30-a körül vagyunk, 28-a körül vagyunk, és mindig csak 20, de 25, 26, és még mindig van egy hét a januárból. Tehát ez így tényleg egy nagyon hosszú sötét hónap. És ráadásul most indul a tél. Igen, mondjuk én ezt szeretem. Gyerekek, nálunk képzeljétek el, ebben most semmi tudás, 40 centis hó van. Miért nem szóltál hétvégén, hogy menjünk ki? A fákon, az utakon, olyan, és nem olvad el? Nem, képzeld el, hogy a garázs kijárón, az utcában, a fákon, ott 2-3 fokkal hidegebb van, ahol lakom, valószínűleg megmarad. Aha, pont olyan hó van, és hogy jössz le, ereszkedsz le, és vége. Szerencsétlen. Vasárnap reggelén fölkeltem, kinéztem az ablakon, ugye mi 4-én lakunk, és van egy háztető velünk szemben, azon megmaradt a hó. Szólok a srácoknak, gyerekek, öltözni, szánkó, ott állunk már, teljesen overall, és akkor így lenézek. A földön semmi nem maradt. Semmi. Na, nálunk pont igen. Pont az a 2 fok kellett volna mínuszban, mert már befették az egész kerületeteket. Hát gyere, ami kerület jó, meg érted? Gyere át hozzánk, tényleg. De olyan jó, 40 hó van, centi. És fél nem olvadt el semmi. Éjszaka még kicsit rá is fagyott, gyönyörűek a fenyők, gyönyörűek az ágak, tiszta hó az utca, az udvarok, a pitvar. A pitvar minden. Oh, a tyukol. Minden. A kukorica góré teteje. A góré teteje, a pitvar, a tyúkol, minden, tényleg csupa hó, és olyan kiábrándít, hogy az ember jön be Pestre, és itt meg tűnik el. Ja, semmi nincs, sehol. Hát nálunk így, mondjuk így nyomokban havat is tartalmaz a kerület, de azért olyan túl sok nincsen. Sajnos sokat esett az eső. Az igen. Gáz volt. Az gáz volt. Imádkoztam, mert amikor egy picit este felé már ilyen hidegebbre fordult, akkor átváltozott az eső havacskával, de gyakorlatilag péntek, szombat, vasárnap folyamatosan esett az eső, mondom még egyszer. És mondanak most még havat, vagy lesz valami? Azt mondják, hogy lesz. Lesz, jó lenne. Azt mondják, hogy lesz. De el akarom már a gyereket hova akarod már a 40 centimet? Még egy kicsit, hova? Ha még kicsit esik, és akkor ott már tényleg el lehet vinni szánkózni. Nagy dombokot nincsenek, de legalább a kocsi után tudom kötni, és akkor húzom. A Dunántúlon volt hó, bőven a közlekedőket is megzavarta elég szépen a dolog, most nem tudom mi a helyzet, úgyhogy írhatnak a hallgatók, mert volt olyan szakasz, ahol nem is lehetett közlekedni tegnap. Igen, akkor hova volt? Volt rendes. Ha hát átfújta, tudod, baleset, valaki megcsúszott, és akkor emiatt, nem tudom, hogy a hó miatt, de azért kicsi megmaradt az utakon, nálunk meg egy nagy semmi. Na,
majd megnézem a kékesnek a webcamjét, hogy ott mi a helyzet, hogy fel lehet-e menni síelni, nem mint hogy engem érdekelne. Ez különösebben. Ezt nagyon szeretem továbbra is, hogy ezt minden nap, te a nagyon masszív tudatossággal csákolod, hogy lehet-e síelni, hány centis hó van, mi van, fel lehet-e csatolni, mi van a szánkosokkal, mi van a síelőkkel, ez nagyon szimpatikus, tehát ez olyan, mintha én egy nem tudom, egy szörf oldalt néznék, hogy hol jó most a hullám, tudod, vagy, vagy nem tudom, egy curling oldalt. Hogy... Figyelj, a sport maga, ez nem érdekel, legfeljebb mondjuk a biatlon, de hogy empátiában én vagyok a legjobban ott ebben az országban, ennyi a foglalkoztat a legjobban, azok közül az emberek közül a síelőknek a sorsa, aki nem síel és nem is érdekli a síelés. Szerintem a síelők közül se nézik ennyien a kékesi hóhelyzetet. De szereti ő a hava, tehát ennyi. Igen, hát szép a táj. Igen. Gyerekek, nekem idén kimarad a síelés, ez kicsit bánt is azért, de nem tudom megcsinálni most azt, hogy elmenjek, úgyhogy idén nem csatolok. Pénteken és szombaton már küldök neked olyan képet, ahol létszem vagyok. Tényleg? Na, hova mész, mit csinálsz? Én? Sehova, Photoshop. Ja. Ja, igen. De vegyek fel egyébként, mert tavaly is voltam a Mátrában, egy ilyen kétnapos vagy hóbuli szokott lenni. Azt tudom, azt ismerem, azt nem miattam van tudom. A dolog, hogy nem azért vegyek, hogy csíjeljek, de most azt mondtam a szervezőknek, hogy most szerezzenek nekem valami cuccot, mert az biztos nincs az én méretemben, hogy most ki akarom próbálni a dolgot. Ez ilyen kétnapos hétvége, nagy koncertekkel meg mindennel, és mondom, ha úgyis ott vagyok, érted? Tehát én mondjuk... Akkor ne fázzál már. Hát de nem, ha nem csúsznék le magamtól, de mondom, ha úgyis ott vagyok. Akkor felcsatolsz kicsit. Menni fog az nekem elsőre? Hogy érzed? Attól függ, attól függ, hova mész, hogy mész, milyen lejtőn mész. Jó? Nem. Nem jó, így mit csinálja? Semmit. Csatolj le. Ülj be a hűtébe. Köszönök. csatolj, levedd le. Nem, menni, figyelj, nem fogsz... Tehát ott azért nincs olyan nagyon nagy lejtők. Ne, meg hát a lankás pályán vagy, akkor gurulsz egy kicsit. Hát én láttam. Vagy csúszol inkább a guruláshoz. Bár... Megközelítés kérdése, hogy gurulás lesz, vagy csúszás. Vagy kigurulom az alját, tehát, ugye? Tehát én elindulok addig, míg jössz, az alját majd kigurulom. Maradsz fekete pályát? Ne annak a tetején állj meg, tehát jó, ami lankásabb részen állj meg. Szinte biztos vagyok benne, hogy még gyöngyösen is hallják majd azt a robajt, amit Feri fog okozni, amikor frakkol egy hatalmasan. Vagy ott fognak meg, gyöngyösen, állsz meg, ott fogsz belassulni. Félköbméter erdő, hello? Igen. Na mindegy, a barátaim már csatoltak, mindenki volt, én nem voltam, de ez most idén, valami, kimarad. Van valami ország Afrikában, ahol télen-nyáron lehet síelni, pedig... Kilimandzsáron van a... Hát, ott nem. Ott már nem sok. Ott már sajnos nem. Van valami, ott olvastam, mintha olvastam volna egy ilyet, hogy oda járnak az emberek, és akkor az a lényeg, hogy akkor el vagy ott, mit tudom én, a napon meg a melegbe, és utána pedig irány föl a havas lanka. De Afrika? És az Afrika. Afrikában járnak síelni emberek? Na, ezt még nem hallottam soha. Afrikában van egy síelő, de. Igen? De, síparadicsom? Kell lennie, vagy pedig hiányzott egy fél oldal a könyvből. valamit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Na, mi volt hétvégén, gyerekek? Meséljetek valamit. Nálunk semmi, nyugalmas, nagyon jó hétvégén volt. Megnéztem egy csomó sorozatot, egy csomó filmet, nyugi volt, gyerekek játszottak, mindenki aludt, úgyhogy nagyon, ki sem mozdultunk. Gyerekek játszom, már kicsi is. Már passziánszozik, sakkozik, már nagyon. Mentek előre. Nagyon. Utól érte a Benit, és most már együtt tudnak szórakozni. Most már együtt, hát fölmennek a szobába, mondom, apát, ez a varjátok, apa, sorozatot néz, úgyhogy eljátszanak, elvannak. Hát tényleg jó volt. Péntek este kicsit belehasítottam az éjszakában. De nem voltunk szórakozó, ilyen csak ilyen barátokkal. Csak ilyen barátos házi bulis jellegű. Igen, megalakultunk kicsit otthon. És tudom, hogy jutottam haza. Megint. Kocsi megvan. Nem kellett érte menni, mert már rutinosan kocsi nélkül mentem erre a kis találkozóra. De egyébként otthon. A szikrázó napsütésben és hóesésben. Jó volt. Nagyon hart, akinek volt hava. Mi ültünk otthon a lakásban, vártuk, hogy hát ha lesz hó, nem lesz hó. De nem lett hó, ültünk az esőben, meg béka születésnap ünneplés volt. Az jó. Én rájöttem egyébként, milyen jó a rossz időben. Hogy nem nyomaszt a lelkiismeret, hogy menned kell valahova. Nyáron, tudod, nyáron az van, hogyha jó idő van, és még sincs kedved valahova menni, akkor kicsit úgy tudod, van egy ilyen lelkiismereti kérdés, hogy jó lenne basszus. Azért a gyereknek is kimozdulni, itt ment van, a levesbe egy hétvége, nem csináltunk semmit. Hétvége, nem csináltunk semmit. És így, hogy kinézel, és ez a jeges északi szél fújta a hava, tudod, és visszafekszel a paplon alá, és azt mondod, hova menjek? Igen, kapsz egy fölmentést az élettől. Játszik, mesét néz, tudod, el vagy társasozol, veszel, iszol. Kapsz egy felmentést, ami nyáron bever a 30 fok, és még nincs kedve elindulni, az kicsit egy ilyen nyomasztó lelkiismereti kérdés. Nem, hogy rossz ember vagyok, hogy a gyerekeimmel nem a hegyekben sétálok, és nem, túrázom. Miért nem vagyok valahol, ahol a gyereknek is jobb lenne egyébként, de így télen, szakadó esőbe, ónos esőbe?
Hát Bennikém, hát nézzük ki. Hát hova, hova menni kicsesére? Hát hova nem ennyi, szépen vissza szóval játszás. Két óra múlva találkozunk. Aztán majd igen, aztán fekülj le. Vacsorázz meg, fürödj le. De nem, nem így van, hogy, hogy tényleg, tényleg nyáron az ember valahogy olyan lelkifúrja van, ha otthon van, pedig akkor is jó otthon lenni. De ilyenkor gyerekek, hát ez... Könnyen tudom megmagyarázni magamnak. Ideg is van, megázunk, megfázunk. Miért nem mentünk sehova? Na, hova menjek Afrikába síelni? Lesotóba. Lesotó? Ott van egy darab sípálya, most találtam meg az előn. De és ott télen-nyáron van hó? Mi? Télen-nyáron van hó? Nem. Nem, csak télen. Illetve csak nyáron. Lesotó? Hogy ezt? Hol olvastam? De keresgéljed, 10-ig meg vagyunk. Biztos késő volt már. De ez nekem is, nekem is. Szerintem kettőt lapoztál az interneten. Igen. Szóval, hogy legalábbis még nem hallottam, hogy gyerekek, az egy jó sípálya, azt meg kéne síelni, de hát még messze is van. Messze is van. Egyébként mi újság teniszfronton, senki nem nézte mi. Hát de, én néztem, mert Mőrinek szurkoltam, ugye. Mondtam, hogy a Szepi ki fog kapni. Így van, mert ugye Szepi kiejtette, ugye. Rozsé, jó nagy meccs volt, és ugyanilyen nagy meccs volt, hát nyilván nem Rozséval sokkal nagyobb meccseket játszanak, de a lényeg az, hogy aztán másnap szintén gyűrték egymást elég sokáig az Andy Mőrével, és végül a Mőri kiejtette. Kirgiosza. Amíg a Mőri a Dimitrovval játszott. De mi Dimitrovval, Dimitrovval. Nyertél vele egy kis gyezrecskét. Möri várható volt, hogy behúzza Dimitrov. Én mondtam, hogy a Szepi kiesik, mert egy ilyen nagy meccs után, amikor az ember ilyen ihletett formában játszik, és egy nagy világszárt legyőz, utána általában már nem bírja. Aha, és még ott volt a kezében a Kirgiosz ellen is, de nem vagy Kirgiosz, többféleképpen mondják. De már egyszer elfáradt. Elfáradt, és az ausztrál 20 éves zseni pedig behúzta. Hát nem volt már kihívás neki, ezt a kihez, ez senki ezzel nem fog. Persze, mert nem fogok, pedig még vezetett egyébként. Mindenki erről fog beszélni. A Murray Dimitrovot nem láttam, csak az eredményt, hogy az is viszonylag egyértelmű volt. Nadal menetel, Djoko menetel, Wawrinka menetel. Nem volt annyira egyértelmű, azért az is egy, hogy hívják volt. Egy iszonyatosan hosszú meccs volt. Ötszettet játszottak végül, igen? Igen, tehát hogy azért a Murraynek is kapaszkodnia kellett elég rendesen. 4 szett volt, most látom, igen. De a Nadal meg feltámadt. Igen, 1 szettet vesztett a Murray, igen. Igen. Nadal nagyon jó, igen, úgyhogy még mehet. Mi van Djokovic-sal? Menete. Djokovic olyan könnyű ága van, basszus, ilyen félbolondokkal játszik. Hát, vagy túl jó, nem? Nem, ilyen 50 perceket tölt a pályán, tehát egy iszonyat mázli sorsolása van egyébként, majd mindjárt megnézem most, kivel játszik, de egyébként mehetünk, tehát, hogy... Hát, ha odaérnek a döntőre, most akkor te kivel vagy, hogy Rozsé búcsúzott Nadállyal? Ez egy jó kérdés, nem tudom, Nadal nem biztos, Murrayt nem szeretem. Ha Wawrinka odaér, egy Djoko Wawrinkára tehet ma még. Ha már az összes félbolond kihullott. Ha már az összes... Szeretnék a félbolondok közé tartozni, keresett tekintetében mindenképpen. De ez a fordulj igen. Meg a barom, hát találsz neki, most fordulj hogy? Meg, igen, nem fordítva az ütőt, ad a vonalon belülre. A Verdászkót verte 3 szettben, most megint kivel játszik, Müllerrel játszik, hát jó, Djokónak jó sorsolása van. Na mindegy, úgyhogy ne felejtsük el, jó. Ne felejtsük el ezt ma, hogy én ezt már most megteszem, ha odaér Djokó, akkor én vele vagyok. Jobb. Jó, csak akkor te eldöntöd, hogy a másik ágon, vagy min. Ki az, akire teszek. Ha odaér valaki, és akkor akarsz elmenteni, jó? Tehát én tartom. Jó. Én megpróbáltam a hétvégén között egy picit utánásni ezeknek az Oscar esélyes filmeknek. Hát sokat már még nem sikerült megszereznem. Na. A Grand Budapest Hotelt azt megnéztem. Az jó volt. Nagyon jó szórakoztató volt. Nagyon szürreális az egész, de tényleg szórakoztató volt. Nagyon jó volt. Aztán meg mondjuk az American Sniper-t vadásztam, azt még sajnos nem sikerült, pedig az egyik kedves barátom, aki kint az Egyesült Államokban. Már nem van, felirat nincs még hozzá, de a film már tölthető. Írták, hogy rettenetesen jó, attól eltekintve, hogy az egyik ilyen baba statiszta, mondjuk így... Az vicces jelenet, igen. Igen, megbetegedett egy picikét, és helyette bedobtak gyorsan egy műbabát, mert... hogy azért mégse kelje már rá. Igen, van egy rész, ahol a családját van egy amerikai mesterlövészről szól, Clint Eastwood rendezte, és van egy rész, ahol ő a családjával van, és egy babát fog a mesterlövész, de elmondja a családjának épp, hogy ő neki el kell menni küldetés. És a baba szereplő lemondta, a pótbaba szereplő nem jött. Hát lemondta, megbetegedett. És a Clint Eastwood azt mondja, hogy erre nincs ideje, fogja meg egy műbabát. És annyira látszik az egész műbabát, hogy komplet internet felkapta, tudod, a film egyébként zseniális, és mindenki azon elment erre, amikor Bradley Cooper egy ilyen láthatóan tényleg nagyon ronda műbabával, tudod, azért táncol. Semmi. Igen, és itt tényleg látszik, hogy döbbenetesen nem hasonlít semmihez. Viszont Bradley Cooper is Oscar esélyes, a film is, és Aitok Clint Eastwood legjobb rendezése. Tehát 80x éves az öreg, és Aitok óriási a film. Ráadásul igaz történet alapján, tehát igen. Egy valódi amerikai létező mesterlövészről szól ez a film, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok én is.
Na, sok jó film van. Most reggel kaptam pont az e-mailt a barátomtól, mert gyakorlatilag barátnőről van szó, hogy sírva jött ki a moziban, még nem kérdeztem meg tőle, hogy mennyibe került a jegy. Mert... Igen, vagy mit drága volt a popcorn? Vagy, vagy a műanyag baba. De azt mondta, hogy nagyon jó. És megnéztél valamit végül? Mondom, a Grand Budapest Hotel. Ja, Grand Hotel Budapest. Megnéztem, megnéztem, de nem nincs jelöltek között ezt a Fury című Brad Pitt filmet, ezt a háborús filmet. Aha. Igen, hát ezt nagyon... Mindenki nézze meg, aki egyébként szereti. Én nagyon szeretem az olyan típusú háborús filmeket, ahol egy azért mondjuk így a történelmi hűség megvan, tehát hogy azt látod, hogy tényleg, mit tudom, a második világháborús haditechnikával harcolnak, és nem pedig mondjuk 20 vagy 30 évvel későbbi technikát használnak így a filmben. Aki mondjuk egy picit így white fülűbb vagy jobban, hogy fél ezekre a dolgokra, azt nagyon tudja zavarni. Igen, mondjuk engem hamar megvezetnek ezzel. Igen. Tehát én jó, ránézek egy tankra, én benyalom, hogy az tigris. Hát ez rá, hogy van a tigris. Itt jönnek a tigris. Igen, amikor még mindig 1908-as T-34-es. Tudod, M60 Patton harckocsik. Én úgy benyalom, hogy az tigris, mint az állat. Tehát két színű tankot nem tudok megkülönböztetni, olyan hülye vagyok ebből. És magyar film is bejutott az Oscar előszobájába. Grand Hotel Budapest. Ja, igen, ennyi köze van hozzá. Igen, meg van egy Kovács nevű ember benne. Igen, azt hiszem, ez egy Wes Anderson film, mert nagyon jó, és sokan... Bizarr az egész, de nagyon klassz kis film egyébként. Én most ezt a Whiplash-t láttam, ez egy zenekarról szól, egy zenetanáról, meg egy Én ezt hallgattam annak idején nagyon sokat, mert hogy van egy ilyen Metallica szám. Igen, és van egy ilyen zenekar is egyébként, az nagyon szép filmük, és esélyesek. Jó, igen, egy zenetanáról szól, és egy jazzkonziba, vagy egy mit tudom én, egy zenekarba zenélő dobos fiúról, és a kettőjük harcáról, hogy hozza ki belőle a maximumot, és hogy milyen keményen bánik a diákjaival, a diák öngyilkos lesz, a srácot kirakják. Oh. Szóval indulnak a bonyodalmak, nagyon szép film. Whiplash, úgy írják. Jó, ahhoz már van felirat is, meg minden, azt már le lehet. Na, megnézzük majd. Le lehet szedni, ők is Oscar esélyesek. És vagy talán jelöltek, nem tudom. Tanár, vagy pedig? Nem, könyörtelen, nem, de nagyon durván jól játszik, és az egész film egyébként... Szóval ő a Jace Horger Antalja. Hát, figyelj, könyörtelen a csávó. De van egy 5 perc, amikor elmondja, hogy miért ilyen, és az egyébként abban van valami. Tehát a végére már azt mondta, hogy basszus, csak így lehet. Van. Csak így hozhatod ki a tehetségeket, a tehetséget valakiből. Nagyon, nagyon szép film, én ezt is megnéztem hétvégén. Igen, kevés még a fejét. Ez a Birdman, ha valaki látta. Láttad a Birdman, Ákos? Hello! Vidám hétfőt, nem láttam. Nem láttad? Hú, de nagyon kíváncsi vagyok. Hát mert iszintesen ajánlom hozzák, neki úgy hype-olja, mint hogy a úristen, ez a 10 pontos film. Tehát, igen. Hogy ennél jó, ja, hát a tréleren kívül nem láttam. Én sem láttam, ráadásul jó a rendező is, aki csinálta, ő a Bábelt rendezte többek között, nagyon jó. Úgyhogy nagyon jó, ez a Birdman, vagy a mellőzés ereje, ez a film címe, jónak tűnik. Nem, te mondtad, hogy hétvégén el akarsz menni ezt megnézni? Én hétvégén el akarok menni? Hát az nem történt meg. Nem? Nem beszélgettem veled erről? Sok ilyet szeretnék megnézni, de nem jutottam el. Akkor nem te voltál? Nem, én voltam az, aki a Lavinát ajánlotta. Uh-huh. Igen, és te megnézted. Igen, és sok után visszaírt 10 hallgató, hogy akkor kit kell megkövetni. Hogy rohagyjunk meg a Lavináról. Rohagyjunk meg, ahol a híreket erőltesd. Igen, meg van egy orosz rövidfilm, ez a Leviatán, azt akarom még megnézni, mert az is állítólag nagyon jó. Szóval jó filmek vannak. Most hát tényleg csináljunk már egy ilyen csütörtökön megjelenő 20 perces mozi ajánlót, nem? Amikor filmekről beszélünk, azért elég jól vágjuk a filmeket. Vagy elkezdjük itt nézni, és akkor egy ilyen... És közben és a felé tudósít. Dobol. Még mindig dobol. A zenetanár ideges. Most leszúrt, ahogy leszúrt. Csúnyán kiabál, te csúnyán. Élőben filmet nézünk, az milyen lenne? És mondjuk, hogy mi történik. Na, akkor megkapnák, hogy a Puzsértől, hogy na, ehhez se értünk. Igen. Illetve befejeztem a kedvenc sorozatomot most, de Affair, ez a uh-huh. címe. Az Affair, ugye, vagy Affair. Az egy férfi és egy nő ugye, házasságtörő viszonyáról szól, 10 rész. Erről már meséltem, az egy nagyon klassz kis. De lélekben markolóan válnak el a végén, vagy összejön? Nem mondom, hát nem, azért az csúnya lenne. Utolsó, a 9 és 9. részt elmondom, hogy akkor tudod, nem akarok ennyire spoilerezni, de nagyon-nagyon-nagyon jó. Aki volt már hasonló helyzetben, vagy akar lenni hasonló helyzetben, az mindenképpen nézze meg. 4 gyerekes családapa egy nyaraláson egyszer csak belebonyolódik egy kis kapcsolatba, és hogy aztán az... Hova vezet, hogy a gyerekkori álmot kergetsz azzal, hogy te még 50 évesen újra szerelmes akarsz lenni, vagy neked a családod mellett a helyed? De jó kérdéseket feszeget egyébként, érdekes. Kapuzárás, vagy nem tudod, szóval, hogy így jó kis film. Birdman, láttam életem egyik meghatározó filmje, zseniális, Tibi küldte nekünk, gyerekek, ezt tényleg meg kell nézni egyébként. Jani, a Harag című film utolsó fél órája elrontott mindent, kár érte.
Van. Persze, igen, vannak benne persze nagy, hát végül is ez egy amerikai film, amerikai katonákról, akik hősöké válnak a film végére, tehát hogy azért... Kicsit parád, úgy utána. Nem gics, ez csak hát ez a mesemesemeskete a kategória, tehát hogy így, pont nem lebeg az amerikai zászló a végén. De igen, az nincs benne, volt. Azt, na, arra nem emlékszem, igen. Én láttam egyébként. Tudod, igen, amikor egy álló harckocsival nem tudnak nagyon megbirkózni, miközben látod, ahogy menetelnek, hogy minden második Waffen-SS katonának a vállán otthon egy Panzerfaust, érted, és egy álló harckocsit nem tudnak megsemmisíteni. Tehát, hogy így... Jó, ez speckónak kell lenni azért. Tehát ez, de hát ez, benne van a Brad Pitt, azért. Tehát, ja, ez nehéz. Igaz. Na most megfogtál. Dob rajta, na, most megfogtál. Sokat, persze. És az amerikai nácik között volt Brad Pitt? Nem. Hát akkor meg. Jaj, meg elkezdtem nézni ezt a Mindenség elméletét, még ezt is elkezdtem nézni, ez a Stephen Hawkingnak az életéről szól, a döbbentesen jól játszik benne a srác, az is jó, hogy ő hogy lesz aztán, ugye nyomorék szegénykém, és akkor megtámadja valami az ő szervezetét, aztán csak az agya működik, aztán már az se, de hogy közben a világ egyik legnagyobb gondolkodója és az egyik legintelligensebb embere, hogy került tolószékbe, egy fél órát néztem, és ilyen kellemeset aludtam rajta, úgyhogy... ez az a film, amit vagy moziban nézel meg, és akkor nem alszol el rajta, vagy otthon, és akkor négy részletben 20 percenként meg, ez rohadt lassú, de érdekes, csak 8-szor kialszott magad rajta, de egyébként tényleg jó. Na jó van... Mi volt a múlt héten? Hogy végeztünk? Nyert jól. Hetek sor áll mögöttünk. Uh-huh. Három behúztuk 3-2-re végül? Be. Ki tette be fel az íre a pontot? Azt hiszem te voltál, jelentkezem, nem? Jelentkezem, tanár úr. Igen, bedaráltad. Be. Hát be. Akkor gyerekek, van még játékos? Egyáltalán? Akar játszunk még ezt a rovatot? Hagyjuk. Csinálnál még. Van még vér a pucátokba? Na. Akartok még? Kapni. Úgy kifogok kaptok még kapni. Oda, ahova múltkor kaptátok? Házhoz jönnétek még a pofonél? Ide igen? Fordítjátok a másik orcátokat is? Na, aki nagyobb bátor írja nekünk, hetet kezdeni nem könnyű, csak mondom, mert megadja az alaphangot egyébként. Úgyhogy tessék jelentkezni játékra, jó? Fél hét múlt pontosan 3 perccel, Ákostól meghallgatjuk, mi történt a hétvégén, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát. Oh yeah. Nem. Melyik a zene? Ön megtartóztatok, gyerekek. Hétfő van, jó kedvünk van, úgyhogy nem. Nem mondok semmit. Itt vagyunk, és kezdjük a hétfő reggelt, kicsit arcoskodtunk, de ez csak azért van természetesen, hogy ti is felébredjetek, és düböl írjatok nekünk SMS-t, hogy játszani akartok velünk, mert hogy ugye elmondtuk, hogy a múlt héten is hát síró picsogó kislányként visszavonulót kellett, hogy fújjatok, és eddig nincs nyert hetetek, drága hallgatók, úgyhogy tessék azoknak jelentkezni, akik a földbe akarnak dögölni bennünket, mert csúnyán áll ez a január eddig számotokra, berágtunk a Galaxis és az Univerzum királya címelvesztése véget miatt, úgyhogy most mindez 52 hetet meg akarjuk nyerni. De ez még most nem a provokálás része, ezek a tények. Így van. De ez még semmi, és azok, nem hangzott el. Azok makas dolgok. Így van. Igen. Halljátok, kislányok? Na, gyerünk csajok, játszunk akkor, jó? Sírok, picsogok, kislányok. Na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Haj, új szignáljaink vannak, gyerekek, de milyen jól szól. Igen. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Gyuri, hello Gyuri, jó reggelt! Sziasztok. Gyuri, mi újság, honnan hívtál minket? Nádudvarról telefonálok. Nádudvarról, mit csinálsz ott? Hát még most otthon vagyok, illetve ma résznap otthon leszek. Na, bezártad magad? Vagy Szabi? Szabi, betegség? Hát holnap reggel megyek dolgozni. Mit csinálsz, Gyuri? Fegyveres biztonsági. Ó, fegyveres, látod? Nem mindegy. Nem simán, fegyveres. Fegyver, mit őrzöl? Mi az objektum? Hát az objektum az a menekülttáborban van Debrecenben, egy zárt rész. És mostanában miért őrzitek a menekülttáborokat, hogy nem menjenek ki, vagy ahogy mostanában halljuk, hogy ne jöjjenek be? Hát mostanában, hogy ne menjenek ki. Hogy ne menjenek ki? Aha. És aki fegyverrel? Már bejött, az sem menjen ki, világos. Igen, vagy aki még nem tud bejönni, az menjen inkább haza. Igen, ahogy milyen, halljuk. Milyen fegyverrel őrzön? Alabárdal? Kiegyensúlyozott számot? R78.
Egy R78-as. Azt a mindenit. Az durvább, mint az R76-os, nem? Hát az igen. Az azért. Nem olyan jó, mint a 79-es. Hát az R79-es sem még nem vagy érett. Az R76-as az még fejlődni kell. Igen. Gyurikám, kivel szeretné játszani? Hát veled próbálnám meg. Játszunk egyet. Jól van. Arcoskodtál rendesen az SMS-ben? Nem, ilyen nagyon kedveset írtam. Tényleg? Mit írtam? Annára próbáltam hatni. Annára próbáltál hatni. Jó, és sikerült ezek szerint. De Anna benyalta, igen. Szeretjük, ha valaki arcoskodik. Na jól van, neki vágjunk akkor? Persze, nyomjuk. Na nyomjuk, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Kérdezel, vagy kérdezek én? Hát, kérdezte először, jó? Lőttél már élesben? Kellett már elsütni a skulót? Persze. Vagy hát, illetve nem. Oké, okay, köszönöm. És direkt egy ilyen nagyon hülye kérdés. Jó, de hogy de légy, mondd már el, kellett-e már elsütnöd élesben a skuló? Gyerekek, minél hülyébbet kérdezel, annál jobban összezavarod a játékot. Igen, a célunkat elértük. Aljas dolgokat kell kérdezni, hülyeséget, debil. Hogy mit? Hogy mit? Hogy? Hülyes skuló az a golyó, de a fegyver. Jaj, Gyurikám, hát ez nem volt egy hosszú játék. Hát ez nem. Nem. Meglepett ez a nagyon hülye kérdés, nem? Hát ez meg. Persze, hát ez a cél, nyilván, direkt kérdezek egy teljesen debil dolgokat. Mert nagyon jól tudja egyébként, hogy persze, hogy a skuló az maga a fegyver, és hogy egyébként a nyilat lövik, és nem az íjat. És igen. De hát látod, meg is jött. Nem voltál erre felkészülve, még kicsit elgondolkoztál. Hát igen, még most keltem, az volt itt a gond szerintem. Mennyit dolgozol egyben, Gyuri? Hány órát? Mennyi a műszak? 12? Vagy egy 12, nap? 12, aha. 12. Na, az kemény. És utána egy nap pihi, és akkor újra? Igen, 12, 24, 12, és aztán 48 pihi. 12, 24, 12, 48, aha. Jó van, Gyurikám, hát nem tudunk pontot adni, az a helyzet. Hát, sajnálom is. Mi is egy picit. Jó? De azért fel a fejjel. Hát most nyilván hazudtál, de igen, nyilván hazudtam, mint az állat, de hát most mi csináljak? Okay, meg kell vigasztalni a hallgatót. Gyurikám, köszi a játékot, játsszunk még, ne keseredjen, jó? Oké, okay, jó van. Jó van. Na vigyázz magadra, ciao. Sziasztok! Hello, mellom. Na, ez a gyerekek, szép volt, egy gyerekek, hát együnk, nem állunk meg. December 22-ig nem állunk meg, nem? Csináljuk már azt, hogy most hétfőtől péntekig bárki játszik, elrejt egy irgalmatlan, nem is kell, hogy elrejtél, de bedob egy iszonyatosan hülye kérdés. Az nekem menni fog. Na, én benne vagyok. Veled vagyunk. Én már mindig úgy játszom, hogy valahogy megpróbálom kizökkenteni. Próbáljuk meg így összezavarni akkor a hallgatókat. Legyen ez a hülye kérdések, hát a fekete most a hülye kérdések, de egy most kipipálva, ez nagyon jó volt, nekem ez nagyon tetszik. Látod, és gondolat indító lett, hogy akkor egész héten így. És akkor tessék. Legyen így, a hülye kérdések hete a fekete fejben. Aki játszik, hülyeséget kérdez direkt, jó? Hogy abszolút kizökkentse a hallgatót. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Hurrá, megy a légkondi a buszon, nektek is szép reggel, Zsüli írta nekünk. Hát az tudar. Igen, tehát kell a páratlanításhoz. Bár lényeg, igazából, hogy elindult. Ha megy a kondi, azt lehet 26 fokkal is páratlanítani, tehát az nem kell hideget. Na jó, csak nyáron úgy hagyta, érted. Hát vagy akkor kapcsolta be, és most kezdett el. Igen. Az egyes főúton Szárligetnél frontális baleset, félúttestet foglalnak el, hatóság a helyszínen, kamionos küldte nekünk. Köszönjük szépen. 77-es, 83-as és a 82-es utakon megszűnt a 7,5 tonnás korlátozás, kamionoknál fontos lehet, a polisz.hu-ra már ki van téve. Ezt Luca küldte nekünk, Pécs plusz 3 hó nincs, hókotrót már láttam. Ez is SMS-be jött. És szia Bali, bond meg még egyszer annak a filmét, ami címét, ami az 50-es fickóról szól. Köszönöm, Marci. Ja, az a sorozat. Te a fair. Az a fair. Te a fair. Ez a címe, angolul. Tatabánya felé 42-es körnél két autó frontálisan összeakadt, rendőrök irányítanak, valamint Vácegres előtt egy fa dőlt az útra óvatosan, ezt pedig Zoli küldte nekünk, ezek a legfrissebbek. Na jól van, 2 perc van pontosan 7 óra, jönnek Ákos hírei, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Kezdjük a hetet. Hétfő van, hóeséses hétvége után. Reméljük, mindenki kéz- és lábtörés nélkül megúszta. Tehát jól van, itt vagytok, hallgatok minket. Nem jön most havazás, legalábbis csapadékot nem mondanak.
Úgyhogy hát egyelőre oda. Oda ez a szép havazás, oda a szép hó. Ami olyan szépé teszi egy kicsit ezt a fővárost, vagy még szebbé, nem? Hát tudom, még kedvelem. Nem maradt meg, és akkor olyan szörnyű latyak lesz belőle, de amikor esik, akkor olyan egészen más az ember hangulata, azt én úgy tudom kedvelni. Kedre csütörtökre mondanak azért hosszálingozás, és mivel egyébként egész héten lesznek azért minuszok, meg fog maradni ez a havacska. Megnéztem a webcamet, a kékestetőnek a webcamjét. Sijelnek már? Hát, nem, mert most ez le volt zárva a hétvégén, nem tudom miért, ez a sípálya, megnéztem természetesen ezekben a vonatkozásokban is a különböző síterepeket az országban, hisz mivel nem síelek, ez engem nagyon érdekel. Igen. De jó, hogy ezt te figyeled tényleg. Ott 20 centi van most. 20 centi van fönt a kékesen. A legutóbbi adatok alapján. Eplémény meg 60, de hát ott ugye folyamatosan hóágyúznak is. Ilyen értelemben ott nincs. Jó az. De ki a fia? Kékes gyönyörű. Gyönyörű. Mindig csak egy perspektívából látod, vagy abból kettőből, a háromból, kettőből, csak az a baj, hogy a második egy terasz mutat. Nagyon jó az is. Hát ez érdemes megnézni. Azt látom, hogy a terasz mennyire van behavazva. Az szép. Na nézzük egy-két SMS-t. Ezt a számot hallgattam, mindig eszembe jut Peti, hogy a Dzsungelben nyomja. Szerintem abból kellene klipet csinálnia. Ugye igen, hát ez egy Bieber's dal, ugye Puskás Peti zenekara. Egyébként már van új Bieber's dal, és... igen, hát ő ezt a Dzsungel Karaoke feladatban... Ez nem szólt, ez egy embernek szólt. nyomta, igen, a Dzsungel Karaoke feladatban, és hát ott ő nagyon lelkesen énekelt, kapott egy-két liter trutyit a fejére, de hihetetlen ügyesen oldotta meg egyébként. Hát ő nagyon jó énekes. Igen, jól énekelt. Szimpatikus rác is. Aztán egy gyorsan egy-két esemény a közlekedés előtt. Ma államvizsgázom, és nagyon be vagyok rezelve. Kívánjatok sok sikert, Betty. Írta nekünk, hajrá, Betty. Kubában nagyon meleg van, most jelenleg 22 fok van, kicsit felhős. Jó, ne húzzál fel minket. Azért nem vettem fel, amikor hívtatok, mert irgalmatlan drága. Tegnap tanultam szörfözni a 20 fokos tengerben. Napközben 30-35 fok van, szép napot és jó éjszakát, de ez Dave küldte nekünk. Dave, egyébként felvetted volna, ha mi hívunk, és te csak fogadó vagy, akkor nem annyira vészes, ha te indítod a hívást vészesebb, de nem akarjuk megterhelni a számlát. Jó lett volna egy hallgatónk Kubából, csak úgy elmondja, hogy most. Csak halkan mondom, hogy jeleztük, hogy kifizetjük. Igen. Hogy kifizetjük, de csak így oda tartod a tenger mellé, vagy az óceán mellé a telefon, ugye tenger, nem óceán, szép fotball, én ne törődj vele, csak mire elmondod, a meg már belövött, hol van Kuba. Miért egy idő után a tengerből jó, óceán? Hát, ez így van, hogy az óceán is tenger, mert belefolyik az óceán a tenger. Ezt a tengerek régen, ezek ős óceánok voltak. Bizony, ne felejtsük már. Szóval kicsit oda tartod a telefon, meghallgatjuk a passzát szelet, kicsit ott búg nekünk a tenger, elég lett volna, de megértjük. Így van, nem lett volna olyan vészes a költség. Ami vészes lesz, Dév, az lesz, hogyha minden nap küldesz egy-egy ilyen SMS-t, akkor meg fogunk várni a repülőtérre, és nagyon megverünk. Felnyomunk a napnál egy vagyonosodásra, abból baj nem lehet. Nem? Aztán megnézzük, hogy mi az. Az első beszélgetés, vagy első SMS után meg volt. Igen, a sofőr is titeket hallgatott, letekerte a légkondit. Nem kellett előre mennem. Köszi, Zsüli. Látjátok, gyerekek, hát bármilyen problémátok van a BKV-val, a BKK-val, a metróval, utasokkal, volánnal, küldjetek nekünk, SMS-t bemondjuk, és tényleg mindenki minket de hallgat, nagyon jó úgyhogy elintézzük. A sofőr úr, köszönjük szépen. Ide egy hallgató, hello, ne kalandozzunk el, ki van a pályán? Igen, gyerekek, jó meccs van, egyébként Ferrer Nishikori megtetettétje, de előre megmondom, hogy ki nyer. Nem? Most egy kicsit pihentettem magam, de egyébként itt Nishikorira tettem volna. Nishikori behúzza szerintem Ferrerre. Japán soha nem teszek. Ennek semmi közös sporthoz. Késbe is emocionálisan elkötelezett vagyok a kultúra, meg ő irántuk. Meg Nishikori amúgy is nagyon jó kis játékos. Nagyon egyforma teniszt játszanak, tehát ők azért nehéz ellenfelek egymásnak. Öt órát lesznek a pályán körülbelül, mert mind a ketten nagyon egyforma stílusú játékosok, de én most Ferrer Nishikorinál Nishikorira tennék inkább, ha még egyébként lehet fogadni. Szegénynek, hát egy szegény gyerek lehet, mert nincs két egyforma zoknia. Aha, na most is nézd meg, már az ingének a manzsetája is leszakadt, azt ott maradt az ujján. Ez igen, a szegény, hosszú ujjú volt, de rövid. Nézd meg a másiknak, ennek a Nishi az abu fekete-fehérbe játszik. Uh-huh. Itt van Nishikori, jó játékos mind a kettő. Igen. Így van. A Ferrerről meséltem a múltkor azt a történetet, hogy a világranglista, mint a 8.-9. ez megvan. Sajtótájékoztatóan ketten ülnek. De az milyen? Már kifelé mennének. Az milyen, hogy a világ 9. legjobb játékosa vagy, és ketten ülnek a sajtótájékoztatón, mert tulajdonképpen legyünk őszintén, a kutyát nem érdekli. Olyan méltatlan. A kutyát nem érdekli, pedig volt, amikor a Nadal sérült volt, a legjobb spanyol játékos volt. Tehát a világon ő volt a legjobb spanyol játékos, előrébb volt rangsorolva, mint a Nadal. Amikor a Nadal ugye egy évet kihagyott, hiába volt világranglista második, nem játszott, tehát akkor több pontot szerzett abban az évben Ferrer, ketten ülnek a sajtótájékoztatóján. Majd megérkezik Gyokó, vagy a Nadal, vagy a Möri, Ferrer kimegy, ő egyébként mondja, hogy hát ezt ő pontosan tudja. Majd ha a világ legjobbja lesz, akkor ő pedig 9. legjobbja vagy, és ott meg nem lehet egy szöget leejteni, annyian vannak a Nadal sajtótájékoztatóján. Ferrer szegény kellőtte meg két emberhez beszél. Van kérdés?
Biztos nincs? Semmi. Senki? Akkor megyek. Anya? Anya? Apa? Igen, és akkor egy finoman rátszólnak, így jön a menedzsertől, és mondja, hogy hát kezdődne a nadás sajtótájékoztató, hogy csak kéne menni. Legalább nem tart sokáig kiüríteni a termet, tudod? Léci. Ja, tényleg, és a pogácsákból is egy csomó megmarad. Igen, tehát marad a pogácsa, marad a víz, igen, és megjön nadál, tényleg ott nem fér, nem férnek be, és nem sok, 5 hely választja el őket, csak 9. legjobb vagy a világon. És senkit nem érdekel. Idézőjelesen nyilván persze, tehát vannak Ferrari rajongók, de mondjuk a szakmát vagy az újságírókat. Ők ültek a sajtájon. És ők ketten ott ültek, abból az egyik tényleg az anyja volt. Szóval ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok azért. A spanyolok nem mindenki ezt az erőtenisz képviselő? Mert úgy látom egyébként, hogy egy, amúgy ez a Ferrer marha jó felépítésű gyerek. Ugyanazt a fajta teniszt játszák. Ugyan, mint a Nadal a felépítés, egy picit alacsonyabb, de egyébként ugyanaz játszik. Igen. Na jó. Na, látod, Feri? Hát ezért vagy te jó szakkommentátor. Ugye? Egyébként igen. Nézzék meg, ő is nagyon jött. Egyébként két dolog miatt szoktak odafigyelni szerintem egy teniszezőre, meg általában egy sportról, vagy azért, mert ott van tényleg a topon, vagy pedig mert egyéniség. Hát most annak idején én nagyon szeretem őt, de hát ugye nem sok embert érdekel, például Mats Wilander, aki mondjuk most szakkommentátorként dolgozik, igen. És szakkommentátorként sokkal szórakoztatóbb, meg izgalmasabb, mint annak idején teniszezőként, pedig nagyon-nagyon jó teniszező volt, de valahogy őre nem nagyon figyeltek oda, meg kevés volt körülött a botrány, nem voltak jó poénok, nem kavartált mit tudom én, afroamerikai hölgyekkel, mint például a Becker, vagy nem szólt be minden egyes nyomorult pont miatt, akkor is, ha igazolt, akkor is, ha nem, mint mondjuk a McEnroe. Igen, de jó kommentátor egyébként. Na mindegy. Gyerekek, miért bántják ezt a szegény Tóth Verát? Mondjátok meg nekem, én nem láttam, miben volt hétvégén, csak tessék? Dalban. Dalban volt hétvégén. Én nem Kubában. Nagyon nézem azt a műsort, de hogy állítólag darabokra szedik, és hogy nem tudom, hogy szegény, hogy megsajnáltam, hogy valami olyan ruha volt rajta, ami állítólag nagyon, nagyon molettnek nézett ki. Dundus volt? Dundus volt egy kicsit, én tényleg nem láttam, és... az ő Facebook oldalán és a rajongói oldalán apró kicsi darabokra szedik szét, senki nem a hangjával törődik, hanem az, hogy nézett ki, meg mekkora darab volt, meg miért nem fogy már le, meg egyáltalán, tehát hogy így csinálja már vele magával valamit, és szegényként kiborult állítólag, hogy őt ennyien bántják. Hát egyrészt kinek mi köze hozzá, tehát hogy szerintem ez az ő magán, ugye másfelől meg ugye ez nem a hangról szól, meg nem a dalokról hát szól alapvetően. Szóljon. Egy kék színű ruhában volt, középen egy nagy... Ugye te láttad, szoktunk, vagy csak a ruhát láttad, vagy a műsort nézted? Belenéztél? Tegnap belenéztem, mert a béka fölvette, szombaton nem voltunk otthon, de fölvette, és akkor tegnap én belenéztem, de Tóth Veráig már későn kezdtük el nézni, mert Tóth Verát már nem vártam meg, csak most láttam reggel az újságokban a ruhát. Ez egy ilyen kék színű zsákruha volt, amit középen egy vastag övvel fogott össze a Vera, és... Egyébként meg tényleg ez egy érdekes kérdés, hogy azt nézed, vagy azt hallgatod, hogy ő hogy énekel, vagy ezt úgy hívják, hogy előadó művész, akinek ki kell állni valahogy a színpadra. És ha van egy rossz ruhaválasztás, én nem tudom megítélni, hogy rossz volt-e, vagy nem, mert nem értek hozzá, de ha van egy rossz ruhaválasztás, akkor azt az internet közönsége azt sajnos meg fogja találni. Érted? Tehát, hogy akkor lehet, de miért hogy egy túlsúlyos, molettebb nőnek van jó ruhaválasztás? Van, persze. Van olyan, szerintem ami eltakarja? Lehet, hát, szerintem lehet úgy öltözni. Igen? Szerintem lehet, ami ápol és eltakar. Én nem tudom, hogy ez az volt-e, de valószínűleg nem. Az meg más, hogy a kommentelők most mit írnak. Szegény Verus meg ezen ugye megsértődött. Az a baj, hogy valószínűleg nagyon rossz lehetett a ruhaválasztás, mert senki nem írta arról, hogy énekelt. Aha, vagy azt neki már arról, tudjuk, hogy nézett ki. Aha. Igen, vagy azt már tudjuk, hogy ő jól énekel. Én nem tudom, engem ez a műsor nem érdekel. Én nem nézem, megmondom őszintén. De hát, hogy egyébként Tóth Veráról tudod, hogy egy nagyon jó énekes. Igen. Gyönyör. Tehát azzal már nekünk nem kell foglalkozni, ha kommentelünk, elég, ha a ruháról írunk. Hát a kommentelő azért kommentel, hogy ezzel foglalkozhasson. Tehát most oda beírni, hogy jó volt 600-szor, senki nem csinálja. Ebbe igazából azt nem értem ebbe az egész sztoriba, hogy most ebben mi a meglepő? Tehát, hogy Tóth Vera soha nem volt egy darás derekú, ilyen madárcsontú hölgy, mindig egy kicsit egy az erősebb testalkatokat, a moletteket képviselte, ezen kilepődik meg. Hangjával kell az embernek foglalkozni. Más dolog lenne az, hogyha mit tudom én, egy ön énekesnőről lenne szó, akitől megszoktad, hogy egy kicsit ilyen, mit tudom én, modellalkotó, és aztán pedig hirtelen megidul, nem figyel oda magára, és felkap magára, vittem 10-15-20 kilót, akkor persze el lehet róla kezdeni kommentelgetni, meg agyalgatni, hogy most e mögött a dolog mellett mi lehet, meg esetleg meg lehet egy kicsit cinkelgetni, de most egy alapvetően molett testalkatú hölgyet, amiatt, hogy egyébként molett testalkot, és egy bizonyos ruha nem áll jól rajta, miért kell darabokra szedni?
másik meg az, hogy valószínűleg itt volt egy stylist, és az erőltette rá a ruhát. De mondjátok meg nekem, ez tényleg hogy van, hogy valaki beírja, hogy úgy néztél ki, mint egy kék festékkel leöntött tuskó. Tehát, hogy ez egyszerűen nem értem. Sokat beszéltünk erről, de ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy aki ilyen alkat, soha ne hordjon övet, lepedő ruhát, rövid ujjú vagy denevér ujjú felsőt, nagyon zsebes bőfazonokat, tanácsolt egy hozzászóló. Rombolóan néztél ki, az életkedvem is elmegy tőled. Nem vagyok kíváncsi, mit olyan? Ja, ezt már a Vera írta, nem vagyok kíváncsi a tuskó kékfestékkel leöntve típusú véleményekre, írta. Aztán egy másik, a ruhádat nagyon elcsesztél, írja egy kommentelő. Ez még a korrekt kategória, neki ez nem tetszik ez a ruha. Én közben elindítottam a felvételt, ami látszik Verocska, ahogy énekel. És? Hát, ő Tóth Vera, tehát gyerekek, mindjárt hozzák közelebb. Ő nem változott semmit. Tehát, hogy ilyen, hogy hízott-e most 10 kilót, vagy fogyott-e 10 kilót, nem tudom. Egy ilyen ruhában áll. Aha. Hát most mondjad, ma várjál, most nem látszik, most pont melltől mutatják. Biztos lehetett volna előnyösebbet választani, de én nem gondolnám, hogy a Vera most nem önmaga. Érted? Vagy ez most előnytelen? Nem, szerintem nem ez, pont nem ez a lényeg, hogy most önmaga vagy nem önmaga, hanem egyáltalán mi, tehát, hogy... Szóval van egy jó hangú énekesnő, nem? És utána pedig a kommentelők ízekre szedik úgy, hogy tehát, ha külföldön kiáll egy nagy darab nő, mit tudom, az Adél, és énekel egy szenzációsat, akkor mindenki térdre esik tőle, hogy mekkorát énekelt az Adél. Tökéletes pedig... a példa is, amit mondasz. Hát persze, Jani, hát most... Ja, de bocsánat, én vagyok a hülye. Hát, mikor mondtam én rossz példát? Nem kezdtem kell mondani, hogy tökéletes. Persze, hogy az. Ja, elnézést, lerugnád a cipőidet, hogy amíg ezt végigmondod, addig kitakarítsam. Persze, hogy ja, az. Jó, hát most nem mondom azt, hogy Gwyneth Paltrow. Persze, Adél. Hát tudok egy kövér énekest. De miért mondanád Gwyneth Paltrow? Hiszen ő énekes, ő helyett, ő színész. Hát ezért mondom, hogy ennyire tökéletes a példa, hogy mondhattam volna egy vékony amerikai színésznő, de mondtam egy Mollett angol énekes. Tök igazad van, vagy mondhatod volna Sonkát. Ez nem ér mondtam volna Sonkán, hiszen ő férfi. Így van, egy angol színész, de ő férfi. És most énekesekről beszélünk. Szóval, miért? Hogy a meglepő? Már ja, bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Már miben, hogy tökéleteset mondott? Abba? Nem, abban semmi meglepő nincs, abba, ezt tudjuk nagyon jól. De tényleg. Megint nem azzal foglalkozunk, amivel kéne. Hogy érten. Feladata egy énekes nőnek soványnak lenni? Feladata egy előadó művésznek, ha kiáll az emberek elé, akkor lefogyni? Feladata, hogy ízlésesen nézzen ki, vagy nem? Egyáltalán mi az ízléses feladatom nekem eldönteni nézőként, hogy engem ez irítál, vagy nem irítál? Vagy nem tök mindegy, hogy néz ki, ha rohadt jól énekel? Igen, a hangjára vagyunk kíváncsiak, nem? Hát ez a kérdések. Van, aki azt mondja, hogy egy közszereplő, egy énekesnő, igen, de és nézzen ki úgy, ilyen volt, tehát, hogy ne álljon ki úgy, ahogy meg, kiáll. Így szerettük meg, így szoktuk meg. Tehát, hogy ebben az égvilágon semmi baj nincsen. Érted? Tehát, hogy mit tudom én, amikor a Lakodalmas Lajos lefogyott, vagy mondjuk adott esetben Bud Spencer lefogyott volna az eredeti versenysúlyára, akkor mindenki azt kérdezgette, hogy most mi van, beteg vagy? Van valami gond? Vagy nem, csak életmódot váltott, és igyekezett mondjuk valamilyen formában mondjuk egy kicsit fittebb lenni. Tóth Vera, ez a lány, így nyerte meg annak idején a Megasztárt. Igen, akkor... Ugyanígy nézett ki. Akkor nem volt gáz? Tehát akkor egy ország küldött rá SMS-t? Egy ország szavazott rá, hogy gyerekek, igen, ő az a csaj, aki a legjobb abból a mezőnyből. Egy grammal se nézett ki másképpen. Ugyanígy nézett ki. Akkor is jött egy lány, akinek olyan hangja van, hogy megőrülsz tőle, elénekelte, puf. Nincs vagy más viszonyítási alapunk. Vagy most azt mondjuk, hogy nem küldhetünk Bécsbe egy ilyen nőt az Eurovíziós dal. Igen, és azt írom, azt olvasom, hogy a Buvellapban, hogy Vera kiakadt, ez egy nagy rakás szar, vagy ezt írta. Már a Buvellapok is ezzel foglalkoznak. Igen, címlapon van egyébként ma az egy Buvár újságban. Ja, Bulvár, azt hittem, hogy Buvár. Mélytengeri merülés, nitroxos merülés, és letámadta a kritikusai Tóth Vera című cikk. Igen, a Hol merüljünk Egyiptomban című Buvár újságban. És kifakadt Vera szegényként. Próbáljuk elérni, csak nem veszi föl, valószínűleg nem ismeri a számunkat, de Laci írt rá egy SMS-t, hogy szóval nem érdekes a kérdés, hogy valójában szereted, de mégis szétszeded, feladata, nem feladata, igenis fogyjon le, ha a kamera elé áll, jó úgy, ahogy kinéz, vagy ő valamit kell, hogy képviseljen, és ne álljon ki egy ilyen ruhába, ahogy egyébként a kommentelők is írek. Szerintem még tök mindegy, hogy néz ki. Én legalábbis nem nézem. Tehát engem a hangja
az szórakoztat, és megérint, és jó. Olyan mindegy, hogy milyen az énekes, nem? Megmondom, mert nincsen más jellegű viszonyítás alapot. Én azt gondolom, hogyha valakitől megszoktam egy másféle formát, tehát, hogy én picit elvárom egy közszereplőtől azt, hogy jól nézzen ki, hogy jól mutasson. Tehát mit tudom, én mondok nektek egy teljesen, mondjuk egy színész példát, ott van mondjuk a Rékasi. Én megszoktam, hogy a Rékasi mindig fit, mindig jól néz ki, mindig a maximumot hozza ki magából. És múlt héten szerintem láttad kövére. Figyelj, ha én meglátnám őt mondjuk így 20 kilóval nehezebben, akkor picit csalódás lenne. De ugyanígy nőket is tudnék mondani. Most erre mindig, hogy akkor a Verát meglátod Csoványon, erre gondolsz, hogy csalódás lenne? Vagy? Nem. Hogyha mondjuk korábban mondjuk slank, fit, hogy hívják. És úgy hízna el. És úgy hízna el, akkor azért feltenném a kérdéseket, meg picit csalódott lennék, mert hogy nem ezt szoktam meg, de a Veránál... Na mondom a másik példát, akkor ráadásul Verához van is köze, Cserháti Zsuzsának hívták a hölgyet, aki fiatal korában egy vékony, karcsú hölgy volt, mindenki oda volt érte, aztán ugye az élete úgy alakult, hogy eltűnt egy ideig, és amikor visszatért, akkor egy... mondom így, elhízott kövér nő jött igen, vissza. De ott lehetett tudni azért, hogy nagyon komoly lelki válság volt mögötte. Oké, csak látod, a közönség neki is meg tudta azt bocsájtani, ahogy kinéz. Ha egyáltalán ezt meg kell bocsájtani, teszem hozzá. Érted? Tehát tudtuk, hogy hogy énekel Cserháti Zsuzsa, megérkezett, és tök mindegy volt, hogy mekkora. Szerintem a Veránál is tök mindegy, hogy most ő vékony, vastag, kövér, sovány, tök mindegy. A hangját kell nézni. Szerintem vannak olyan előadók, akiknél ez nem releváns, mert így ismerted meg, érted? Ha tényleg egy ilyen karcsú, fit csaj lett volna... Csak adjanak rá egy jó ruhát? Szerintem akkor igen, öltöztessék másképp esetleg. Aha. És azt meg te nem nagyon tudod eldönteni, hogy neked az jó, vagy el tudod? Hogy ne, szerintem nem tudja ő eldönteni, hogy jó-e vagy se. Kívülről kell volna valakinek nézni. Ez milyen lehet, kemény lehet egyébként? Kimész, énekelsz egyet, hazamész, és azt olvasod a kommentekbe, igen, hogy te dagadt, te disznó, te tuskó, te kékfestékkel leöntött. Tehát ezért ez könyörtelen. Na, szóval nem? Tehát gondolj bele, hogy ez mennyi, te kékfestékkel leöntött dagadt disznó, mert úgy néztél ki, mint egy fatuskó, akit kékkel leöntöttek. Hát én csak egyet-kettőt olvastam, amit ez a búvárlap itt kiemelt. Hát mi ez, így elolvasod? Hát konkrétan nem akarsz többet színpadra állni. Nem, hát valószínűleg akik ezeket írták, vagy ilyen típusú kommenteket írtak, azok mind névtelenül kommentelgettek. Hát nyilván álnéve, hát most senki persze beírja, hogy Nixon, meg nem tudom, Kennedy, vagy nem persze, tehát hogy nem írja, nem hogy... Nem élnek már ezek. Igen, Horváth Gábor, nem tudom, Lajos utca 116, tehát így azért ritkán kommentelnek. Ezt most pont bemondtad, és ez igaz. Tehát ezért ez ritkán van, igen. Lehet, hogy azért foglalkoztak vele, mert ő most a Norbival fogyózik, és olyan képeket posztolnak róla, ami úgy tűnik sikeres a fogyás. Ezzel szemben, amit láttunk, az kiábrándító, de vitathatatlan a hangja. Az ezzel szemben ez kiábrándító, azt nem írt a hallgató. Csak az ezzel szemben egy sorra lejjebb olvastam. Akinek nem tetszik Vera hangja, hallgassa Dukai Reginát. Na, aha, vagy... Nem egy kategória, de hangma sem, mert a Regina is énekel. Egyébként. Hallgassa Verát és nézze a Reginát. Igen. A kettő egyébként az egy jó dolog. Mind a kettőjüknek kiemeltem azt, amiben a leginkább ott van. Igen, nem kell soványnak lenni, srácok, de adjanak rá olyan ruhát, ami ne adjanak rá olyan ruhát, ami teljesen előnytelen és kicsit viccesé teszi. Ezt is egy hallgató írja. De mire volt beállítva tévétek? Smartra vagy Wide-ra? Igen. Széthúzta. Jimmy is ronda volt, de kit érdekel, írja egy hallgató. Balázs, te nem szoktál ilyen álszent lenni. De most miért vagyok az? Nem vagyok az, most csak két kérdéseket teszek föl. Nem is mondta, hogy nem is nézte, nem csak nem érdekel ez a műsor, csak olvasom, és sajnálom ezt a lányt. Egyébként ennyi. Aki valójában tényleg molett, csak kérdések merülnek föl, hogy utána szétszedik, és nem nagyon bán, vagy nem nagyon értettem, hogy miért. Sajnos a szakállás nőt nem csukott szemmel hallgatós srácok, ezért ver át a síró szakállás Ladyboy helyett. Ja, hogy ezt őt kéne kiküldeni. Tehát a síró szakállás Ladyboy helyett ott Verának kéne kimennie. Uh-huh. Nem tudjuk elérni Verát? Nem veszi föl? Szegény lehet, hogy otthon zokog. Hát csak nem. Hát nem. Az ő egy lelkiismeretes csaj, szerintem ez nagyon megviselte. Ez mi lehet, hogy kövér vagy, és életed végig azt hallgatod, hogy te kövér disznó. És ez megint ott, hogy... Ezt mondják a kövér emberekre, hogy te dagad disznó, te kövér disznó, nem? Adjuk át itt a szót a szakértőnknek. Én már fel tudtam dolgozni, köszönöm szépen, te Feri, tényleg milyen ez egész életben hallgatni? Milyen ez életed végig hallgatni? De tényleg, parancsolj egy percben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy én a kövérek védelmező szentjeként elmondjam a vér. Kapj
adjátok be de tényleg egyébként, hogy legyenek témakörök, amiknek külön-külön is a szakértői. Egy a dagadt paraszt a Feri, kopasztörpe én vagyok, te meg a, hogy hívják, te meg én a... Én még minden más. De a hombárfejű nagy arcú. A hombárfejű, ugye az E-pluszos videók, a Nél meg a tahó, a Balázs a tahó. Te meg csak szimplán a Balázs a tahó. Igen. Egyetem, hogy van az, hogy én a kövér nők védelmében mondok bármit is, amikor ugye tudjuk, hogy hogy elbántam azzal a Denyi Molett kislányjal, ami 20 éve volt, de még mindig hogy van az, hogy én esetleg azóta és már... És életed végéig ezt fogod hallgatni. Igen, azt egyszer megcsináltam, és azóta ugye én nem beszélhetek a kövérnők védelmében, hiszen ott van az a videó, ahol én nagyon csúnyán elbánok azzal a szegény gyulai kislányjal. Én ezt már nagyon sokszor mondtam neked, hogy az a történet az ott fog véget érni, amikor te majd elmész, mondjuk egy kitelepülés keretében a kislányhoz Gyulára bekopogsz, és bocsánatot kérsz tőle. És azt nagy virágcsokor. A te fejedben nem így él ez a történet. Emlékszel? És tudod, abban a pillanatban. Hát valószínűleg emlékezni fog. És aztán mit mondok neki? Hát hogy emlékszel, én vagyok az. És azt mondod neki, hogy tudod mit? Semmit nem változ. Tudod mit? Te még mindig hát nyilván nem ezt várja az ember, csak akkor tényleg, de hát mi van, hogyha ott lesz a férje mondjuk? Egy szép, nagy darab. Hentes fiú. Egyszerűen rátfekszik, és az arcod. Na jó, de azért, mert 20 éve ez a dolog megtörtént, azért most elmondhatom, hogy ne bántsátok a Verát, vagy az én számból ez már ezért írta a hallgató, hogy milyen álszent vagyok, hogy de hát láttuk azt, ja, láttuk azt a videót. Na mindegy, szóval nem tudom, olyan fura ez az ország, gyerekek. Nem, meg megint érdekes, hogy azon a weboldal, vagy az az oldal, ugye, amit a Vera saját maga csinál, ahova meg kell, úgy tudsz írni, hogy előbb szeretni kell a Verát hozzá. Ugye ezt a Facebookon írták, tehát lájkolnod kell a Vera oldalát, azt mondani, igen, hogy... Ez is egy érdekes kérdés, hogy belájkolom, szeretem, mert azt mondom, hogy te dagad disznó. Igen. Igen. Hogy érted? Tudtál ilyen ruhát felvenni, te kék tuskó. De közben én beírok az oldalára, mert regisztráltam, lájkoltam, szeretem. Ez is olyan fura egyébként. Mert akit szeretsz, azzal őszinte vagy. Ja, aha, értem. Aha. Mert hogy az el is várja tőled az őszinteséget, nem? De ennyire? Szerintem ennyire nem várta. Hát ennyire ugye nem. Nem várta. Nem tudom, fura ez. Én bírom, ha egy jó hangú nő duci. Mert nekem attól jó hangú, nem? Igen. Igen, tehát az Adél is jó, ugye ki volt a Barcelonát, énekelt a Freddie Mercury-vel, a Montserrat Caballé, ugye ő is mekkora volt, és milyen torkú énekesnő volt. Tehát igazából azért a nagy torkú nők sokszor azért egy kicsit ducibbak, és jól áll nekik, nem? Nem vagyok duci fetisista, tehát nincs ilyen... Viszont van tapasztalatod bőven. Duci nőkben? Nem, nagy torkúakban. Hát sok jó hangú énekessel voltam már. Sok kis kanárival. De hogy szerintem attól kanári. Lesz... Kanári. Egyáltalán kócsagok pelikán. Voltak azok. Pelikán. De hogy attól lesz igazán. Nem tudom, hogy kiáll egy nagy hangú duci nő, és elhiszem neki, hogy tényleg hogy onnan jó, jön. Egy jó nem? Énekel. Hogy egy ilyen kis filigrán nő, ott énekel nekem egy hatalmasat, akkor mindig meg akarom fordítani, hogy honnan jön a hang, a fene vigyel. Menjünk csak hátra a takarásba, ott biztos, hogy van egy Molett énekesnő, aki helyette tolja. Hát igen. Na mindegy, a ruha az tévedés volt. Tessék rövid ruhát adni a Verára, mert a lábai például ilyenek. Én dolgoztam vele együtt, én öltöztem is már a Verával. Igen? Öltöztél a Verával? Igen. Mikor... De hogy raktad titeket egy öltözőbe? Hogy... Egy nagyobb öltöző volt a szemét. Mit kaptatok, egy csarnokot? Ne bántsd a Verát. Nem a Verát, nem bántam. Most mondtam ez rá is vonatkozik. Nem, én arra gondoltam, hogy egy fiú meg egy lány miért öltözik egy öltözőbe. Nem arra gondoltam, hogy két ilyen testalkatú ember, hanem egy férfit és egy nőt ilyen típusú műsorban, mert nem öltözhetnek együtt. Hát van férfi öltöző, van nő öltöző. Kiszökött be kihez? Nem kell megbántani. Balázs csak arra gondolt, hogy paranoiás vagy. Kimentek a csarnokba, és megkértek nézőket, hogy fáradjanak át te meg a Vera öltözőjébe, hogy ti ki tudjatok menni. Aha, de nem, hogy kerültetek ti egy öltözőre, nem öltözik el. Nagy duettben még együtt voltunk az első szériában, mi együtt énekeltünk, és akkor ott láttam. Azért öltöztetek együtt. Persze, nem volt semmi. Sajnos nincs elég öltözőn, ki a legnőiesebb itt a részre, hogy a Feri. Nyilván én vagyok a legnőiesebb. Igen, nem kell lájkolni egyébként, hogy kommentben bármit írják nekünk, hát én nem tudom, ezt nem vagyok egy nagy... Na, és együtt öltöztetek? Persze, és tök jó lábai vannak, de ezt egyébként már hát, látta őt. Képest. Az enyémhez képest, de még egy csomó máshoz képest. És szerintem jó lábai vannak a Verának, és volt ma olyan tévéműsor, ahol azt megmutatta. Az tök jó volt, és sokan őiesebb volt, akkor nem is szóltak be. Valószínűleg ez a ruhának szólt. De mi az elvárás? Tehát az elvárásom, hogy ha énekel, legyen sovány, ezért akarom őt meglincselni. Tehát ha énekel és túlsúlyos, az
nem értem, hogy, tehát, hogy érted, hogy miért, tehát van egy elvárása azoknak, akik kommentelnek, vagy csak egyszerűen tirpákok. De valószínűleg. Tehát, aki énekes, ne az ne legyen kövér. Csoportot. Vagy hogy aki tévé előtt van, az se legyen kövér. De akkor a Falusi Marian se énekeljen? Mert vagy azon szakácsnők, akik közben molettek, és világsztárok, és mit tudom én, aki nyalogatja az ujját. Nigella. Nigella. És jó. Nigella is egy nagyobb darab, tehát, hogy... Hát. És ugye, tehát azért, mert ő, mit tudom, ez főz, attól ne legyen kövér, vagy minden nő, aki kamera elé lép a dalban, az legyen tatárcsilla, és vékony, filigrán alkatú? De a Csilla például nem énekelt a dalban. Hál' és Isten. Ez nem is biztos. Köszönjük szépen. Hogy, igen, jobb tett volna neki. Na jó van. Mindegy. Nem érjük el? Nem érjük el. Alszik még szegénykem. Elbújtott most így a kommentek miatt. Jó, játszunk. Jó, Benbácsira Berulinén lehet jelentkezni. Egészen nyugodtan. Igen, írják többen, hogy nem az a baj, hogy most kövér, hanem arról van szó, hogy hónapok óta Norbi miatt most vékony ja, fotókat lehet. Posztolt hát, magáról, és most mindenki szétszed. Tehát ha nem posztol magáról, akkor is na, egyébként szétszedik szerintem. Igen, berának a kritikája, vagy az update-nek. Vagy a ruhának, még igen. Akkor egy harmadikat is tegyünk bele. Egyébként nem kell meglepni ezen a mentalitáson, egy másik énekes műsorban a Berecki is disznónak nevezte a Lajcsit. Oh. Volt ilyen. A Berecki. Á, nem hiszem, nem hogy csinál, ő ilyen szabadszájú lenne, Zoli. De várjál, az a Berecki volt? A Berecki mondta? Önnek idején. Igen, volt egy ilyen. Volt egy ilyen. De. Igen. Meg Mária azt mondja, hogy... A Sztárban Sztárnál, tudom. Azt szerintem nem a Berecki volt. Nem a Berecki volt, amikor a galambos és a hajós ott mondta, a hajós. A hajós volt. Így van. Így van, a hajós volt az, hogy mit tudom én azt valaki mondja. Lajcsit énekelte, és akkor elmondta, hogy a lakodalmas, nem igen, tudom. Igen, meg ahogy hívják, hogy amikor ránéz, akkor nem tudja, hogy valami mi jusson eszébe a húsipar, vagy a nem tudom, valami ilyesmi volt belőle. Persze, mondom csak el, hogy minket természetesen rögtön darabokra téptek volna, de valahogy a hajósnak ezt elnézte. Ja, minket a felér darabokra. Darabokra szednek. Az igen. Igaz, és az biztos is intelligensebb nálam, és magasabb is. Igen. 7:08 jövünk mindjárt. Jó, Benbácsival, Berulénivel játszunk. Ha valaki szeretne játszani, akkor jelentkezzen. Ha Verát megpróbáljuk elérni, és sikerül, akkor még adásba is tesszük. Mi pedig jövünk, Ákos, ide jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:08 szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, indul a hét, és egészen korán világosodik már. Van remény, észrevettétek? És délután igen. Pedig már ilyen 3:45 körül még azt lehet mondani, hogy kicsit tovább lát az orrodnál. Szóval, hogy jó, szépen lassan azért így másszunk ki ebből. Egy hónapja még ilyenkor bőven sötét volt 3:48-kor. Nézd meg, világos van, világosodik, és egyre hosszabbak a nappalok. De az is jó. Obodába ha... menésen lehet érezni. Igen. Mert igen. Az ugye ilyen 4 körül van, 4:45 fél. Hogy sötétbe hosszad el sokáig a gyereket, és most már úgy kezd világosodni. Most igen. Már megtalálom, ha az udvaron vannak, akkor is. És a rossz gyereket hozok el. Igen. Igen. De ha valakinek ennyi jó kevés ahhoz, hogy jól érezze magát, az nézekesen plusz size modelleket az interneten, ahogy azt én is teszem. Anott, írjátok be azt, hogy modell. Srácok, írjátok be azt, hogy dalbe sió. Jó? Dalbe sió. Ő egy plusz size modell? Igen, és előszeretettel készít magáról pikánsabb fotókat, és azt gondolom, hogy... Miért csinál valaki olyan fotót jól magáról, teszi. hogy a fél lábát felemel, és lemegy hídba mesztelenül egy tengerparton? Hát annyira természetellenes. Elég sok... Van érdeklődés. Van még egy szörfdeszkár, és menjen, de ez a félig felemelt lábbal lemegyek hídba, a homokba, egy tengerparton, tehát ennél természetellenesebb képet nem lehet csinálni. Hajrá, minél több ilyet. Mit bizonyít ő plusz size modellként, hogy ő is le tud menni hídba? Aha. Ez a sok önértékelési zavaros plusz size modell. Hát nála nem érzem az önértékelési zavar. Milyen, nem kell megmutatni, hogy az országvilágra le tudsz menni hídba. De meg kell, miért nem mutatná meg? Hát nekünk jó, azért, mert neked ők nem tetszenek, attól miért nem? Én bírom azt, ha egy nőnek van csípője, szélesebb a csípője. Nem azzal van baj, csak vannak valójában erotikus képek, de egy nő félig felemelt lábbal hídban de áll a homokba. Ez nem kifejezetten egy erotikus kép. Kicsit se izgató. Ilyen, ja Istenem, de a művészet nem feltétlenül arra szól, hogy izgasson. Hát nem az mert a Millói Vénusz az izgat? Ritkán izgat azért. Ha hisz minden lényeges dolog rajta van a feleslegeseket, hál' Istennek letörtént. Azért egy erotikus képet egy húsvér nővel összehasonlítani a Millói Vénusszal. De azt mondom, hogy ez nem erotika. Tehát, hogy nem az egy erotika nő a alapvetően. Nem az a célja, hogy felizgasson. Ha nem mi? Hát meg kéne kérdezni róla az alkotót, a fotoművészt. Hát mi egy erotikus kép? Az, hogy erotikus legyen. Egy félig felemelt lába, bénán hidaló nő, kicsit homokosan egy tengerparton. De hát hogy azért... nem ez van a képen.
Hát most egy pillanatra megmutattad, ez nem volt. Ez van a képen, hogy bénán felemelve a lábát ez a tengerparton. Ez egy nagyon szép. Igen. Ez, tudod, az oda mennék, betakarnám. Jaj, nehogy baj legyen, fel ne boruljátok. Honnan veszed észre, hogy öregszel, hogy 20 évesen tetszik a vizes pólóverseny, 40 évesen már azt gondolod, hogy jaj, kislányom, meg ne fázzál, tudod. Innen tudod, jaj, aranyom, meg ne fázzál, betakarlak, gyere, hát nehogy az menjél haza, nehogy aztán megfázzál, kicsim. Tudod, innen veszed észre, hogy baj van. 20 évesen még más gondolsz erről a versenyről, igen. Na, van egy-két Trafipax hírünk, M3-as 204-es kilométer Pest felé trafi elfogó autóval suhanc küldte nekünk, M1-esen is van egy trafi a 142-es kilométernél Bégó üzeni, aztán az M60-as belső sávja Pécs felé nincs letakarítva tiszta hó, baleset veszélyes, Galaxis Gabi küldte nekünk, köszönjük szépen. Majd átküldöm a linket felé. Ja, bocs, csak meg vagyunk. Egy-két hozzászólás még a témához, azt írja nekünk egy hallgató, hogy érdekes országban élünk, mi nem küldhetjük Verát, mert kövér, más országban egy transvestita képviselheti a saját országát. A ruha elérte a célját, ti is róla beszéltek, írja egy hallgató, valamint a stylistot kellene bántani, nem Verát, akit egyébként szétszednek szegényt, így van. Nem lehet megfúrni egy ilyen műsorban? A stylistot nem tudom, Feri, hát. Már hogy a ruhát, amit rád akar adni. Férfi, nő, engedi, nem engedi. Nem, ne aztán, dehogy nem, hát mondhatod. Hát csak mondhatod az fellépő művészként, hogy ne haragudj, én ezt nem veszem fel. Na dehogy nem, biztos mondhatod. Te mondhatnál igen. Egyébként. Itt azt akarod mondani, egy picit talán a Vera is hibás ebben a dologban? Hát akkor nyilván, ha... Hát közben még mindenki saját stylistot igen, hoz, hát itt nincs egy sálas meleg stylist, aki nem tudom, nagyon hisztizve ráad mindenkit, minden ruhát mindenkire felaggat, tehát hogy gondolom, hogy itt mindenki hozza, nem? Aha. Tehát itt te önálló produktumként lépsz a színpadra, a saját stylistoddal, a saját kreálmányodban. Hát igen, de a nők nagy része szerintem valamit szeretne láttatni, tehát hogy ezért jó szerintem, hogyha van egy külső szem, egy barátnő, egy stylist, hát, ebben. Igen. Na jól van, nézzük, hogy ki a játékosunk. Jó, Óven bácsival és Berulénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni a párafarm csalogányai. Majd a vidám kis jingle parkunk van, vagy szignál parkunk. Nagyon. Ezek biztos, hogy a miénk? Igen. Mert ezt kérdezni akartam reggel, hogy mondod, hogy új szignáljaink vannak. Igen, lehet a rádiónak, nem biztos, hogy ezek nekik. De, ez de, újak is, nagyon jó hang is, nagyon, nagyon jó. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, Péter! Mi újság? Péter, mit csinálsz? Semmi, dolgozok. Dolgozol? Mit dolgozol? Hát, lekvárt főzök. Lekvárt főzöl. Na, álljunk már meg egy pillanatra, mert hogy január van. Igen. Aztán miből? És nem vagy nagymama. Igen. Miből? Baracból. De ez ilyen ipari lekvárt egy gyárban? Ez ipari, aha. Ja. Nagy mennyiségben. De aha. És honnan van neked barackod? Az van, maradjunk annyiból. Na. Velőből, mi? Nem. És mennyi a szárazanyag tartalom? Hát. Figyelj, ha ezt elmondom, akkor meg kéne, hogy olyan lekvár. Mert az a jó, meg. Ami mit tudom, 100 g szilva lekvár, 160 g szilvából készül, ott érzed, hogy sűrű, ami 100 g gyümölcs lekvár, 20 g gyümölcs tartalomból, na ott érzed, hogy ott sok a pektin, meg a nem tudom. Prémium tom, minőség. Csinál. Prémium minőség, és te melyik fázisát csinálod a befőzésnek? Amikor túlfőzzük, az pálinka lesz belőle. Itt vagy? Itt vagyok, hát az egész folyamatot én csinálom. Uh-huh. Igen, állsz az üst mellett, kevered. Így van. Palackozod, címkézed, vagy mi azt dobozolod. Még attól még egy prémium minőségben januárban fizika, azonnal lefagyasztották a gyümölcsöt, annak nincs baj, erről a Gábor is sokat beszél, igen, hogy ez igen, a frissen igen. A legjobb azért igen. Nyilván, de hát fene se tudjam. De ez lekvár, ez nem jam. Ez lekvár. Lekvár. Aha. Máshonnan jön ez a barack tartok. Külföldi a barack? Igen, magyar. Magyar barack. Árulók. Zárasság be a gyára, zárasság be. Jól van. Egyedül vagy, vannak ott még barack főzők? Hát, egy-két kolléga most elrettő. Csúcsú. A csúcsú, ja. Szevasz, csúcsú. Szia, csúcsú, mi a hapája? Csúcsú nagyon jó lekvárt főz. Csúcsú nagyon jó. Gyerekek, milyen világ ez, a férfiak főzik a lekvárt? Én nem akarok egy ilyen világban élni, de tényleg. Nem akarok egy ilyen világban élni, ahol a csúcsú főzi a lekvárt. Hol vannak már a kis aranyos, kontyos nagymamák? Miért csúcsú főzi a barack lekvárt, amit én megveszek a gyereknek? Hát szeretitek is? Például a csúcsú édes szájú?
Hát ő édes szájú, de cukros. Na de ezt honnan? Tényleg? Szegénykém. Csúcsú cukros, pici? De lehet, hogy ide azért vesznek fel csak cukrosokat, hogy ne legyen, ne dézsmáljatok bele a... Ugye? Ne fogyjon. Hogy egyrészt ne fogyjon, kettő, ne egyen bele a lekvárba. És van ilyen kézikóstolás, hogy megkóstoljátok, hogy elég a cukor, vagy ezt a modern világban már gépek jelzik, hogy még több cukor. Vagy esetleg használtok kanalat. Csúcsú kóstolgatja, aztán egy cédeleg utána. Igen, csúcsú belenyal, és utána cukorkomától egy kicsit elvágódik, és felmegy 12-es a cukra. Jó legy gyerek, csúcsú a fekszik. Szerintem oké, mondta, miután magát. Csúcsú a biojelző. Ha csúcsú elvágódik, jó a lekvár. Csúcsukám, gyere, kóstold meg, lesz, hogy csúcsú eldől balra. Jó a lekvár. Kész vagyunk, meg vagyunk. Locsoljátok fel csúcsút. Így van. Tölthetitek. Igen. És csúcsú miért felel? Csúcsút nagyon kedveljük. Milyen munka folyamatért felel csúcsú? Hát ő is lekvárfőző, hogy én. Igen? Ketten vagyunk a lekvárfőzők a cégnél. És felváltva kavartok? Na, neki is van, meg nekem is van gépem. Ketten vagytok felváltva a lekvárfőzők, mint egyébként ez egy könyvelőiroda, és van egy csomó minden más, vagy én azt hittem, hogy egy nagyüzemi lekvárfőzés zajlik itt. Nagyüzemi, de nem csak lekvárt csinálunk. Mit csináltok még? Hát a sütőporon keresztül a mogyorókrém, és ilyen édesipari. És mindent egy gép soron? Hogy igen, és mindezt engedélye, vagy engedély nélkül hátul egy pékségben? Na, mindezt engedélye. Durvá hangzik, csúcsú és te a lekvárfőző kisiparosok. Ez nagyon tetszik. Rutinból lehozunk mindent. És hol csináljátok mindezt? Újpesten. Ó, hát az újpesti lekvárfőző. Csúcsúval. Újpesti nagymamák. Sütőpor, mogyorokrém, lekvár, Újpesten. Hátul egy garázsba. Ez az. Ilyen félszuterén alaksorik, és béret lakásban, igen. Na, jól van, játszottunk már valamikor? Játszottunk. Igen, mikor? Hát körülbelül pont egy éve. Akkor te akkor is lekvárt főztél? Akkor is meglepődtetek. Komolyan? Akkor is sokat beszéltünk erről, igen? Most nem én ismertelek meg, egy hallgató ismert meg, hogy már játszottunk. És nyertél? Nyertem, igen. Miben? Óven bácsi volt ugyanígy. Tényleg? Aha. Mikor, hogy újra Óven bácsi? Miért nem hármasugrás, vagy naphallgatója? Tehát rámentetek Óven bácsi? Hát próbáltam naphallgatója, sőt, még mest is próbáltam szerezni múlt hét előtt. Ja, csak ott igen. 150 SMS. Ott sokan írtak nekünk. Na jó van, figyeljetek akkor, csúcsú figyel, vagy elmerült a baracklekvárban? Vagy csúcsú tesztel, és már elvágódott, igen. Na figyelj. Tavaly télen ugyanezeket a kérdéseket tettétek fel, amikor lekvárt főzött valaki, fagyasztott barackból. Akkor az te voltál? Én voltam. De látod, milyen kíváncsiak vagyunk? Hogy mi minden hallgatóra ugyanúgy kíváncsiak vagyunk, szezontól függetlenül egyébként. Igen. És tök jó, hogy azóta is működik így az ipar, és nem volt hír mondjuk Ákosnál, hogy illegális lekvárt főzőket betőrizett be a rendőrség. Figyelj, és tavaly ott volt csúcsú? Tehát ő is ugyanúgy beleszólt, mint most? Tavaly itt volt csúcsú, de más pozícióban volt. Akkor micsát szappant főzött? Vagy akkor akkor mi volt? Előléptették, vagy visszabukott? Tényleg? Hát annyi, hogy előre lépett, a lekvárfőzés csak lekvárfőzés. Uh-huh. És egy év múlva már krumplit is süthet. Az jó, egyébként. Komoly. Na mutatjuk, figyeljetek. Oké. Okay. Istenem, remélem nem ugyanaz lesz, mint tavaly, mert hogy a dalparkunk az egyébként tök ugyanaz. Jó, oké, na mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na. Nagyon szép. Ajaj. Csúcsú, semmi. Vegye ki a kis ujját a barac lekvárból. Magyar, nem magyar, azt kérdezi csúcsú. Ha persze. Nem mondjuk meg mindent. Ha csúcsuka figyeljen. Ne a megy lekvár dézsmája éppen. Na mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Okay. Na. Ez nem könnyű. Csúcsú, mit van? Csóválja a fejé. De ez nem azt jelenti, hogy segítséget kér, mert belenyart a barac lekvárba, hogy vizet. Ez nem lehet, hogy már egy ilyen elvágódás előtti pillanat csóválja a fejét. Most mit csinál? Rángatózik, habzik a szája. Biztos, hogy ezt akarja csúcsú? Ha ez mogyorokrém jó, de a lekvár szar. Na mutatunk egy hosszabb részletet, figyeljetek. Csúcsú, nagyon figyeljem. Figyelj, csúcsú. Tessék? Nem magyar, igaz? Nem. Skyfall, nem? Zseni a nő. Vajon Adél ezt elénekli, akkor beírják neki angolul, hogy te dagad disznó? Vagy úgy nézték? Nem, tényleg kíváncsi lennék. Ez egy simán lehet, hogy ugyanolyan rossz indulatúak, nem tudom. De csak magyar kommentelők írják be neki. Engem. Jól van. Mit csinál csúcsú? Fejest ugrottam egy lekvárban? Csúcsú, izé
villákat szórja. Király volt a Peti! Király volt. Egyébként tényleg megvan az ajándékcsomag, a bögrét kivettük belőle, srácok, ezt nem tudjuk odaadni. Igen. Figyeljetek, mi a különbség a lekvár és a dzsem között? Itt többen kérdezik ezt most, így hirtelen én sem tudom, hogy sűrű, vagy több a gyümölcs, vagy mi? Hát nem a dzsem az ilyen darabosabb. Igen. Hát igen, meg kevesebb is benne a gyümölcs. Gyümölcs, így van. Több a vivőanyag. Hogy elmondtuk neki a szakmája? Igen, fura, hogy erre nem te válaszoltál. Igen, fura, hogy ezt nem te mondtad, Péter, csak bólogattál, jó van. Na, hát jó lekvárfőzés nektek, jó? Na, köszönjük szépen. Szevasztok, nektek is, ciao. Egy év múlva találkozunk. Sziasztok, szia, csucsu. Csucsu, nem csücsü, csucsu. Csucsu beköszön még ott a végén. Igen. Szegény cukrosan azért a gyerekek milyen már. Azért ők már kedvelik a grízes tésztát, mi? Kézzel reggeltől estig. Lekváros kenyér. Gyűlölheted a lekvár, nem? Gyűlölheted. Tehát hazamész anyádhoz is, hogy csináltam lekváros palacsintát, nem. Ma mi lesz sütőpár? Ez az! Igen. Na jó, van 2 perc, van pontosan 8 óra Ákos hírei után. Jövünk azonnal. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, elkezdtük a hétfőt, és hát világosan süt a nap. Na jó, nem azért túlzásokban elsünk, a nap nem süt. Minden esetre már jó hír, hogy nem esik semmi. Már ahova nem volt baj. Az szép volt. Az szép volt. Nem maradt, megtiszta, lacsakról lett nem, a város. Igen, nem kaptunk belőle túl sokat, de hétvégén azért lehetett látni legalább egy kis havat. A gyerekeink legalább tudják, hogy néz ki a hó. Nem? Hát már lassan... Nem? Hát egyszer egy évben megnézi, látja, szánkózik egyet, aztán vége. Nagyon sok hóval azért nem vagyunk megállva. Hát a mi gyerekkorunkban azért jóval több volt. A Haller utcában mérnek, a Nagyvárad tér felüli oldalon vigyázatuk üzente nekünk. Gábor, félpályás útlezárás van az M3-ason Nyíregyháza felé a 165-ös kilométernél, méghozzá egy baleset miatt üzente nekünk Tomika. Aztán Trafi, Nyíregyháza, Kert utca, ÖNFK út, Vizi üzente nekünk, valamint a 81-es főút Székesfehérvár Győr közötti része jól járható. M3 a 164-es kilométernél mentőrendőr tűzoltó Nyíregyháza felé, igen, ezt mondtam az előbb, valami dugó van a Soroksári úton a Petőfi híd felé, ezt Tomasz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megnézted az UFO-s videót hétvégén? Hogy a francba ne néztem? Mind a kettőn se? Az összes... Nem. Nem? Nem nézted meg egyiket se? Az, kezdjük az átküldésnél, mert megmondom őszintén, hogy arra vártam. De te rohadék, arra vártál, kamuzol, elmondtam a címét, és te mondtad, hogy fölírod, te akkora egy rohadt kamus vagy, arra vár, mi nem tud bejutni, hogy Richard Dolan. Hát elmondtam a videó nevét. Három videóról van szó. Van egy igazi Richard Dolan. Van egy Richard Dolan, aki UFO kutató. Az van az egy olyan film, aki Richard Dolan, a CIA. Aki CIA, mindjárt lehet, meghalok. Az egy kamu, igen, ráadásul az a Richard Dolan csinálta, aki eredeti UFO kutató. Na, azt nézd meg. Amikor ment egy konferenciára, úgy érezte, hogy szeretné alátámasztani a saját gondolatvilágát, ezért csinált egy átverést. De nézd meg az igazi Richard Dolan-t. De nézd meg az igazi Richard Dolan-t. Az igazit aki egy 12 percesben beszél UFO észlelésekről egy bizottság előtt. Ez egy nagyon érdekes. Aha, de videó. Azután nézem ezt meg, hogy ez a Richard Dolan, akit én nekem meg kéne nézni. Akkor hagyd a haldokló Richard Dolan. Csinált egy kamu Richard Dolan-t, hogy nézd meg az igazit. A saját igazát. Jó, mindegy, szóval nyomod a dumát, nyomod a show, de nem nézted meg. Értem, és a legfontosabb, amit nagyon vártam. Tehát de tényleg itt pénteken elbúcsúztunk a UFO emberünktől, aki azt mondta, hogy az ő a videóit mindig megsemmisítik. Tehát most már biztos vagyok benne, hogy léteznek a földön kívüliek, és UFO-val közlekednek, mert ő elküldte, érted? És a kettő számítógép között, az övé meg az enyém között. Nem jött meg? Nagy a távolság. Fenné, azt pedig én is megnéztem. Ellopták. Gyorsan azok kedvéért, akik csak nem biztos, hogy tudják, hogy miről van szó, ugye pénteken beszéltünk egy ismeretlen eredetű hangról, amit bemértek az amerikai radarok, és felhívtunk egy UFO kutatót, vagy a Magyar UFO Szövetség elnökét talán. Így van, egy igazi nagy kutyát a témában. Igen, aki elmondta, hogy ezek érdekes hangok több milliárd fényévről jöttek, és valóban az amerikaiak ráhangolódtak valamire, ami akár egy üzenet is lehet ugye a világ űrből. Ez felkeltette az érdeklődésünket, maga a hír izgalmas. És azt mondta, hogy neki vannak videói a holdra szállásról, mármint hogy nagy ismeretlen... Tömeges holdra szállásokról, ugye nagy ismeretlen objektumok szállnak le a holdon. És mondtuk, hogy azért ezeket a videókat mi megnéznénk, küldje át nekünk e-mailben, nem jött.
Hát nem, valószínűleg ő átküldte, még egyszer mondom, hogy nyilván arról van szó, mint ahogy ezt ő ugye adásban is elmondta, hogy ők ezeket már több helyen publikálták, de mindig leszedik valakit az internetről. Az nyilván az UFO-k, hogy ne bukjanak le, és itt is ez történhetett, hogy van két kábel, az egyik az ő gépéből jön ki, az a másik meg az enyémbe megy be, és ott a kettő, valaki csomót kötött rá. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ő elküldte. Szóval akkor nem, volt, akkor nem volt. És így elhurkolták az internetet, érted? Azt már hurkolt rá. Csalódott vagyok. Én azt hittem, hogy átküldi. Ha, én nem is. Lehet, hogy olyan formátumban van meg neki, amit még így át kellett átkonvertálni szakszóval élve egy másik formátumra, hogy azt elássad? Vagy túl nagy terjedelmű volt, és nem azért nem tudta? Nem érkezett meg? Ez is lehet egyébként. A tűzfalam? Uh-huh. Jó, mindegy, gyerekek, hát küldj meg, megnézd. Akkor az igazi Richard Dolan-es videót nem néztem meg. Ma lesz a napja, van érzem. Több link is egyébként, nézd meg. Jókat, mindenképpen, Feri Léci, én nagyon hiszek benned, bízom benned, sajnos nekem egy csomó ennél fontosabb dolgom van, például ma szeretnék sokat aludni, sportolni, illetve talán még tejberist is készítek, de rád mindenképpen számítok. Tejberizsát. Jó tejberizsát. Egy rizsa mellett azért meg tud nézni a Richard Dolan-es videót. Azt úgy is sűrűn kell kavargatni, oda teszed magad mellé a gépet. Ezt intéz csak te. És akkor... Még csak kettőnk közül azért te vagy a... Az a fós. Így van, te vagy a koponya. Léci. Köszi. Jó, aztán majd holnap mesél. Jó, de hívjalak este, ha megnéztem, ugye? Persze, mindenképpen. Persze, csak én leszek kapcsolva. Majd reggel látni fogom, hogy hívta. Nem tudtak ti semmit. De az biztos, hogy mit, semmit nem tudunk. Nekem, én nem adtam meg az e-mail címmet. Nem gondolod, hogy megadom. Hogy megadom egy bárkit. Megadom egy... Nem, nincs. Nem, hát megadta a Feri az e-mail címét. Hát az tökéletes. Hát most miért? Én mondtam, hogy ahogy nekem megjön, lököm meg. Tovább nektek. Jó. De nem volt mit. Mit mondasz, Laci, megnézted? Már Feri e-mail címét megnézted? Aha. Vagy a miénket? Oda se küldte. A gyerekek azért egy ilyen jó holdra szállós videót, hogy leszállnak, ott ezek az objektumok, megnézném. Azért azt megnézném én. Hogy többen egymást meg, hogy egymásra dudálnak, mert hogy álljon félre egy kicsit arrébb. Az mondjuk sanszos, hogy dudálnak. Engem tűt. Tudás, hogy tolja bevásárlókot, hogy százasért, mert mennek a pedig. Menj ma arrébb! Igen, az valószínű. Na, Janinak üzeném, hogy nálam hagyta szombaton a telefontöltőjét. Na, köszönjük szépen, megy érte a Jani. Megyek mindenképpen, köszönöm, már kerestem. Veszprémben hétágra süt a nap, bentről nagyon jól néz ki. Puszi, Lina, valamint Székesfehérváron is süt a nap, de jó, nektek kicsit irigykedünk. Ezt Gyuri küldte nekünk, Pesten egyelőre ugyanolyan időben, mint az elmúlt pár hétben, depresszív és szomorú. De na. Hál' Istennek itt vagyunk mi. Hogy? Hát mert depresszió ellen. Így van. Ah, biztos, igen. Gwyneth Paltrowról szeretnék egy kicsit mondani egy-két mondatot. Hogy kell mondani az ő nevét egészen pontosan? Mert hatféleképpen hallom. Gwyneth Paltrow. Mondjuk Paltrownak. Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ne törjön bele a nyelvünk, mondjuk Paltrownak. Gwyneth Paltrow. Paltrow. Egy érdekes dolgot csinált, ő vacsora vendégeket fogadott, és a vacsora vendégei rosszul lettek, ugyanis a színésznő rakott padlizsánt készített, és ez témánkhoz remek kiinduló kis cikk, de a sikere elmaradt, mivel a meghívottak egytől egyig összehányták magukat. Egy jóféle rakott padlizsán. Ittak valamit, vagy csak a padlizsán tehet az ügyről? Nem, valószínű, hogy valamit ő elrontott, vagy romlott volt. A rakott padlizsánba kell húst tenni. Kell húst tenni, meg inkább ami veszélyes lehet még benne, az ugye, hogyha besamellel leöntöd. Igen. És azt mondjuk, kicsit előre gondolkodt, és megcsináltad egy hétre előre. Szóval azt tud veszélyes lenni, meg a hús is. Hát, vagy mit tén padlizsán érzékenység? Vagy padlizsán érzékenyek voltak, igen. Nem tudok róla. Padlizsán érzékenység szerintem nincs. Nem, hogy allergiás vagy a padlizsára. Hiszem. Az valószínű nem. Az nem. Na mindegy, hogy a vacsora vendégek rosszul lettek, mert ez a színésznő kedvenc étele, amit egyébként elkészített, és általában azt mondja, hogy ha meg akarja lepni a vendégeket, akkor ezt a specialitását csinálja a rakott padlizsán. Aha, de nem lehet, hogy ő pont attól ilyen sovány, hogy rendszeresen hánytatja magát a saját ételeivel? Simán lehet, hogy minden, bármit főz, attól mindig összeállja magát, igen. De nem is ez a lényeg, hogy a vendégek hánytak és rosszul lettek, hanem sokkal inkább arról szeretnénk beszélni, hogy minden otthon lévő háztartásban élő embernek van valószínű párja, aki főz, és mi van akkor, ha rosszul főz, ha megmondod, nem mondod, rosszul sikerül, mi van akkor, ha a kedvesed mindig ugyanazt akarja elkészíteni, és 26-ot szóra eszed meg úgy, hogy egyébként tudod, hogy bűrosz, hazudsz, nem hazudsz. Mi van, ha vendégségbe hívnak, elmondod, hogy hát, szörnyű volt, nem mondod el, vagy hogy beszéled le párodat arról, hogy főzzön? Ugye ez egy érzékeny téma, amikor a végén a feleség férj megkérdezi, hogy íz lett kincsem. Hát, mit mondasz? Finom szeret. Volt? Igen. Ugye? Ez egy érzékeny téma. Megbántod, nem Már bántod nem vagyok meg. Éhes. Ez a lényeg. Pont ettem benne a munkahelyemen. Ne haragudj, nem tudom most már. Tudod, már ilyen késő este nem eszem.
ugye ez egy érdekes dolog tényleg, hogy háztartásokban a feleség erőltet valamit, de szörnyen csinálja. Ha megmondod neki, megsértődik. Ha nem mondod meg, jövő héten is csinálja, tehát egyikkel se vagy előrébb. Mi a jó megoldás? Valószínű, hogy Binet Patro vendégei tudták, hogy szörnyű lesz ez a padlizsán, vagy ők még ártatlanul fogyasztották először. Lehet, hogy még az íze is jó volt, csak aztán valami ugye belekerült a dologba, és ott hát többször nem esznek a fonál. Az vagy egyébként, hogy ezzel ki is alakult náluk egy ilyen Gwinnett vagy padlizsán fóbia, tehát legközelebb biztos, hogy vagy nem mennek el, vagy nem esznek, vagy csak padlizsánt nem esznek. Ez milyen, amikor ott ültök tizen, és valaki rosszul lesz, és sajnálod, vizet hozol neki, majd rosszul lesz még van? Valaki. És utána te is. És utána te is, és utána még négyen rosszul lesznek. És kezd úgy leesni mindenkinek a tantusz, hogy hát akkor mi volt az, amit közösen csináltunk? Igen, és az, tudod, akkor védekeztünk, jó, és itt volt a padlizsán is. Igen, és tudod, egyébként tudod, hogy te vagy a következő, mert már 8-an rosszul vannak a padlizsántól, és összerókázták az aranyporcelánt, vagy a márványporcelánt, még a vendégszobában is, tudod, 6 szoba van Gwyneth Paltrow villájában, és mindenhol éppen rókázik valaki. A patrócsaj meg ugye, hogy hívják, azért rutinos, mert ő sokszor lett a saját padlizsányát, valószínűleg már kialakult egy olyan védelmi rendszer a szervezetében, ami kivétel ezt a támadást. Egy padlizsán rezisztencia? Erre gondolsz? Egészen pontosan. Tehát egy olyan padlizsán rezisztenciája van, hogy ő ehet már a saját padlizsányából, egészen nem lesz rosszul, ne. Ugye? És azt mondja, hogy na rohadékok, most megkapjátok. Ez olyan, mint az arzén régen, ugye, hogy ezt kicsit így elszegették. Jobb az íze. Én sajtot szoktam reszelni a tedd. Aki főz és ráerőlteti a családja a szörnyűséges főzcét, és tényleg írjanak nekünk olyanok, nyilván sokan járnak ebben a cipőben, hogy mama, papa, anyós, após főz, de borzalom, ahogy főz, vagy van egy specialitás, amit rosszul csinál. Ő vajon tudja, hogy az rossz? Vagy ő szent meggyőződéssel teszi le az asztalra, és eteti meg a rosszat úgy a többiekkel, hogy mindenki tudja a családban, hogy mama szörnyen főz. Nem, a szakács az Isten, még akkor is, ha otthoni, és amit ő csinál, az szent. Igen. És mindenki más egy rohadék, aki nem eszi meg, tudod? Tehát, hogy az viszont nagyon csúnya dolog. De elvárja az ügyeletes szakács, hogy neki elmondják, vagy ő miért sértődik meg? Én sose értettem. Mert dolgoztál vele, állsz a konyhában, rakod össze az ízeket, beleteszed a szíved, lelked, alapanyagé voltál mindent, piacon. Mindent, amit találsz. Mindent, amit találsz, igen. És veget a csekkfűszeg. Jó lesz ez. Csendi a két javita, fogjon már. Igen, a maggi leves kocka, menjen az bele, de hát tejber is lesz, mama. Aha, tehát, de nem arról van szó, hogy akkor lesz-e jobb, ha neked megmondják, hogy figyelj, Feri, ez szörnyű. Tehát ne kínozd ezzel a családot, ez szörnyű. Nincs ilyen? Nem mondhatnak. Én elmennék hozzád, és nekem főznél valamit, és nem lenne jó, én tuti megmondanám, hogy Feri. Nem mondanád meg, a múltkor mi sem volt? Mondtad, meg két évvel ezelőtt, mikor nyáron nálunk voltatok mindannyian. Tehát jót főztél. Ja? Az jó. Nem főzött jó. Na, végre. Jó, nem, jó volt egyébként. Majd megmondom nem. Neki adáson kívül. Volt de benne jó is. Na. Volt tessék, benne jó, volt benne jó, látod? Jó, már előbukkan. Na most ezután? Hát soha többet nem hívod meg. Hát nekem ne jöjjön oda, amit ugrász. Így van. Hát ez ne az... jöjjön oda, mit ugrász viszont... megmondani. Egy nekem, aki érted, dolgozott vele, hát így lehet vele egy családanya is. Ért hozzá. Nem értem, hogy aki főz, és megmondják neki, hogy ez nem jó, miért sértődik meg. Hát benne van, hogy nem ízlik a család többi tagjának. Tehát miért készül ki az, akinek megmondják, hogy figyelj, mama, ez nem jó, ezt ne erőltet, ez neked nem megy. Így gondoskodik rólad. És a valószínűleg ez a gondoskodás. Csinálja. Hát igen. A szeretet visszautasítása. Ráutaló jeleket kell tenni. Vagy hosszú távú kapcsolatról van szó, például nem árulok el vele aranytitkot, sem fog megbántodni, de életem párja, a szerelmem, sírik, holtom, igen, holtom, blablabla. Igen, tehát nagyon rosszul a Mónika. A lényeg az, hogy én például mindig azt mondom neki, hogy ne várd meg, amik az érek. Tehát amikor mondja, hogy majd ő megcsinálja, meg elkezdi, akkor mondom neki, ne, mindjárt otthon vagyok. És akkor ebből ő tudja, hogy én azt valószínűleg jobban készítem, mint ő. Viszont például, ha mondjuk úgynevezett kekstortát készít karácsonyonként, ami brilliáns, zseniális és csodálatos, akkor én azt mindig erőltetem, hogy azt csinálja, de csak azt az egyet. És ebből ő nyilván már kitalálta, hogy az összes többi az meg jobb, ha rám hárul. Értem. De akkor ő tudja, hogy ő nem jól főz. Aha, sejti. De sejti? Nem mindegy, hogy ő sejti, vagy nem mondom neki, hogy figyelj, ne főz, mert nem megy. Én jobb vagyok. Azt én értem, de te elmondod neki, vagy nem bántod meg, csak a főzni akar, finom a lebeszéled. Ugye pont az árnyalatokra vagy kíváncsi. Az, hogy figyelj, drágám, csak mi valami főző, ne csináld, hagyd abba, gyere ki a konyhából, vagy hagyd csak, majd én megcsinálom, tudod? Hagyd. Tehát terelés van, vagy elmondod neki, hogy figyelj, hagyd, ne csináld. Én finom arra utaló jeleket teszek. Tehát nem mondod meg egyértelműen, de a Mónika már ezt megértette. Vette a lapot, intelligens nő. Ugye? Tehát, hogy normálisan közlöd. Itt valószínűleg az is benne van, amikor főző, hogy valaki azt mondja, hogy jó, ez volt. Hát, és akkor persze, hogy az rosszul esik. Mert nyilván meg lehetne mondani szebben is a dolgot. Ez egy olyan érdekes, hogy egy nagy kollektív hazugság van a kajában, elmész vendégségbe, és nem mondhatod el. Nem?
Mert nem illik. Hát ha meg ráadásul nem családon belül van, hanem vendégségbe hívnak. Most tahúság? Hát most elhív a barátod, átmentek egy évbe kétszer, és a felesége igen? rosszul tehát főz. Hozzá akarok járulni ahhoz, hogy jobbá váljon. De megmondod, figyelj, Lacika, nem, az asszony nem. rettenetes, vagy az asszony cserébe. Az ágyba is ilyen, amilyen a konyhában, mert akkor, akkor nincs mentség, hogy elvetted akkor ezt a zsarol. Ha tartozol neki, hogy a családjának, hogy miért vetted el? Figyelj, szerintem abból azért már tanul egy házi asszony, azt látja, hogy főzött ötféle kaját, oda volt a kirakva az asztal közepén, és az egyikből csak egy kanállal hiányzik. Az összes többi elfogyott. Na, ki az udvariasságból megevő, tessék? Én eszek mindenből. Én nem. Na de meg is ha nem iszik, én paraszt vagyok, én ott hagyom. Tehát nem eszem meg valaki főztjét azért, hogy én udvarias legyek. De nem mondod meg, csak ott hagyod. Láttatom. Aha, tehát látják, hogy eszem. Hát így van. Én nem eszem, te megeszel? Jó, és ha megkérdezik, na nem ízled Balázs, akkor mit mondasz? Hát, igen. De ha nem mond semmit, akkor köszönöm. Óvatosan tereled, hogy nagyon finom. Nem azt mondom, hogy nem az én ízlésvilágom. Tehát óvatosan tereled. Nem hazudsz. Akarom megbántani. De hát most mondtad, hogy őszintén beszélni. És milyen a te ízlésvilágod? A finom. Igen, az ennél jobb. Hagyd a főzés. Nem veszem meg udvarjaságot. De ott hagyod, vagy azt, amit lenyertél vissza, és köhögöd még, ahogy egyértelműbb legyen. Most, hogy ezt lehet arra ugyanaz. Miért kellene udvariasságból megenni? Tehát én azt nem értem. Hogy elém tesznek egy hatalmas adagot, bűrös a kaja, és akkor most játszam el, hogy jaj, de finom, és tömjem meg magam egy olyan dologgal, ami nem jó. Azért, hogy én udvarias legyek, és megfeleljek valakinek, hát feleljen meg ő nekem, ha én elmentem vendégségbe, ha nem sikerül, és ő nem tud főzni, miért büntessem magam azzal, hogy valaki nem tud főzni? Hát, és ha ez karácsonykor van azért, hogy megkapd az ajándékokat is, mert általában a bontás előtt van a vacsora. Ez igaz, de már 40 éves vagyok, már nem az, hogy ha megeszed, akkor lesz ajándék. Ezt még 8 évesen megnyaltam. Azért 40 évesen ezt már kevésbé nyalom meg. Balázskám, ha megeszed, akkor tudsz majd fütyülni, és lesz majd ajándék. Legyen a hány éves, 45-öt rohadjál. De te udvariasságból inkább megeszed. Persze. Igen. Az balegság. Hát szerintem óvatosan elmondhatod azt, hogy én másként szoktam készíteni. Na azért az óvatosan megmondom, pont a múlt héten volt témánk, amikor elmondtad, hogy ő ezt őszintén akarja tudni, és így ültem az asztalnál. De várjál, továbbképzés most, volt. Most melyikről beszélünk? Mert az étterem az más, az igaz. Nekik az igaz. Szakma. De hogyha elmész egy barátodhoz, akkor, és akkor az ő feleségének most nem fogod azt mondani, hogy hadd ne mondjak nevet, hogy érted, hogy nem sikerült. Szabni varni biztos tudsz. Igen. Reméljük ennél máshol. Vagy most például tegnap érted, ott voltunk az anyósoméknál, most mondjam meg anyukának. Hogy? Mama nem erős? Hát nem. De nagyon nem mondd meg neki. Nem mondd meg, hogy mama nagyon nem erős. Főz, nagyon szeretem. Már mihez képest? Nem mihez képest, mindenhez képest. Mindenhez képest? De most nyaller vagy, mert nem mered mondani, hogy mama csapni való. Megvan, vannak hibái, de még lehet belőle valami. Isten, ilyen főz anyuka. Mit csinál a legrosszabbul? Ha például rosszul főzne, érted? Na, most őszintén. Akkor megmondom. Valami, hova öntötted a húslevest? A kutyának? Vagy beraktad egy üvegbe a zsebedbe? Szerintetek miért mindig mellettem a kutyájuk? Most ennek járjunk már végén. Valami bántja a felét, én úgy érzem. Na, mit nem főz jól a mama? Mit csinálhatessem? Nem. Hát, mondd azt, amit jól főz, az a kevesebb, ahogy elmondtad, nem? Hát, de rövidebb lesz a műsor. Na, de neki például megmondanád? Az anyósodnak? Hát. Hogy anyuka. Nem. Na, ugye, hogy nem? Mert hát oda kell menni ma jövő vasárnap is. Halló. Vagy ezek után valószínűleg nem. Ez egy kényes kérdés, gyerekek, egyébként. Hogy vendégségbe udvarjas evő vagy-e, vagy a bunkón ott hagyó. Én udvariasan elfogyasztom, maximum legközelebb megyünk, azt mondjuk, hogy nem vagyunk éhesek. Nekem van olyan ismerősöm, akinél, hogyha ott hagyok valamit, akkor irgalmatlan sértődés van belőle. Simán ott hagynám, vigyél el hozzá vacsorázni. De az a baj, hogy egyébként meg marha jól csinál egy-két dolgot. Mondd azt, hogy itt van egy ismeretlen barát, ő a 11. és ott ülnék egy ilyen kis tudod, hogy előkével. És akkor úgy hirtelen. Nem akarsz csomagolni, nem akarsz vinni, biztos azért, mert... Rossz. Aha. Hogy hívják? De akkor mond... Hogy hívják? Ja, nem, mondj egy nevet. Józsi. Józsi, azért. Na, például Józsi, figyelj, azért. Azért akkor Józsi, miért nem mondod azt, hogy két hónappal ezelőtt tettük nálatok azt a remek csoki parfét, hogy legyen az a desszert. Hogy fél év múlva ne azt hallgassa még megint, meg hogy ne halljon már vissza. De a jót mond. Na de ez milyen elvárás, hogy én főzök valamit, de nem mondhatnak arról csak jót. Hát ez egy szörnyű hozzáállás. De udvariatlanság más mondani. Meghívnak, ő vásárolt be, ott a lakása, főzött, dolgozott vele, te meg odamész. Én kértem, hogy hívjon meg? Én találtam ki, hogy vacsorázzunk nála. De hogy... most nem úgy értem, hát nem én mondtam, hogy Józsi, rendez már málad egy születésnapi bulit, hát figyelj, nem tudom. Van, amit olyan jól csinál, hogy én azért készséggel végigeszek mindent. Ja, hogy várod, igen, mindjárt a somlói, igen, tarts mindjárt ki. Mindjárt ott vagyunk. Nyom, ne hagyd el magad, ne hagyd el magad. Még ez egy kanál, még le tudod gyerni. Van egy rossz hírem, ma nincsen desszert.
Sajnos elromlott a tejszínhagyép, nem készült el a somlóitól, és egy rakott karfiol, hogy azonnal visszajön. Így az orrodon át. Szóval végig eszed a kaját azért, mert hogy jön a desszert. Hát ez balegság. Dehogy is, de még nem adtél abból a tortát. Miha nem, nem eszed meg, nincs torta. Milyen vendégségek ez? Ez egy óvoda. Azért mondom, mi? 6 évesek vagytok? Jancsika, nem eszed meg a rakott karfiort, nincsen torta? Nincsen. Milyen fura vendégség. Kinek ciki? Vendégségben mondani, vagy otthon? Hogy rossz a kaja? Hát otthon nem ciked, a feleségednek mondd meg. Hát én is megmondom a Vikinek, ha valamit nem jól csinál. Hát meg otthon te főzöl magadnak, megmondod. Ja, az igaz. Hallod, Ferike, most nem voltál az ennyire penge. Hát te tök jó. Te elmondod te is a párodnak, hogy hát mondjuk nem te főzöl, de mondjuk én főznék, és megmondom, én csináltam olyat, hogy azt mondta Viki, hogy soha többet. Nekem is eszembe jutott, hogy soha többet nem csinál. Nálam nem is lett jó. Majd hazajön a Beri, talán még vele meg tudjuk etetni, de ő sem. Nem baj, a Berinek nem mondjuk el, hogy rossz lett, ő még ezt nem ismeri. Rájött. Úgyhogy szerintem ebből nincs baj. Na. És akkor mi van, hogyha éttermi dobozba rakod bele? Már hol, vendégségben? Hát ne, hát otthon például. Már hogy éttermi dobozba? Hát figyelj, megfőzöl a kis cuccodat, aztán pedig belerakod egy ízébe, egy dobozba. Mint van ez a nem túl okos reklám, amikor ugye áttöltik a kancsóba, a dobozból a gyümölcslevet, aha, és akkor olyan, mint ha ugye frissen facsar gyümölcs lett, hanem nyilván nem. Te azt mondtad, hogy étteremből rendelted, a kaját gyerekek ilyen lett, ne haragudj. Hát ez reális, hogy otthon megfőzöl olajszagban, előveszel három fehér dobozt, beletöltöd, hamisítasz egy számlát, és még integetsz a futárnak, amikor jön a felesége. Nem, kiszaladsz, köszönöm, becsöngesz és berohansz. Megjöttek aja. Ez egy teljesen reális felvetés, hogy áttöltöd három fehér dobozba, lerakod a számlát az asztalra, megterítesz, és a rendelt kajával várod a párodat. És elmosogatsz, elraksz. Itt a film, kosztesz. Teljesen reális felvetés. Na jó, nézzük meg, jó? Tehát azok írjanak, akik nem bírják megenni feleségük, párjuk, anyósuk ételét, hazudnak, álesznek, asztal alá teszik a kutyának, zsebbe teszik, megmondják, hogy anyuka. Ez egy emberiség ellen elkövetett bűncselekmény, amit maga csinál Túros Pite néven, vagy tisztelettudóak, mint Jani és Feri, és egyszer rutinból fogyasztanak el mindent, amit eléjük tesznek. Lázadnak és megbántanak, mint én. Tahó módon, én ezt vállalom. Ki mit csinál, jó? És mit mond a párjának? Hazudik vagy őszinte? SMS számunk 06. 70. 645 00 00. Jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva ez itt a Morning Show, a Klasszor, itt vagyunk, és egy olyan érdekes témáról beszélgetünk, hogy nagyon érdekes. Na, hát képzeljétek el, hogy... Tudnék így konfolni, mint ahogy konfoltam az E-pluszban régen. Anno 1000 évvel ezelőtt. Gwyneth Paltrow, így ebben maradtunk, Paltrow vendégül látta barátait, és rosszul lettek a főztjétől, a színésznő rakott padlizsánt készített, de siker elmaradt, az összes meghívott rosszul lett, és hát megtisztelte a márvány WC-t azzal, hogy hát igen, szóval kijött belőlük. Nem, a viaszos vászon terítőt. A viaszos vászon terült el először, és arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy... Megmondja az ember, ha vendégségben van, hogy nem annyira jó az étel. Megbántod-e a párodat? Jobb, ha őszinte vagy, mert abból tanul. Ne legyél túlságosan őszinte, mert akkor megsértődik. Ha az anyós főz és büntetően rosszul főz, elmondod-e, vagy nem akarsz vele konfrontálódni, vagy a feleségeddel. Szóval nehéz kérdések ezek, ugye? Hogy az ember mit mond? Őszintén ott hagyod, vagy inkább illedelmességből megeszed? Máshogy látjuk a dolgot, ti ugye az inkább a korrektül egyébként szebb módon viselkedve. Illedelmesen azért inkább megeszitek, én vállalom, de én azonnal a villát letevő, és anyós, maga melyik kezében csinálta? Beledöfüm a villát. Csak ide. Nem, gyerekek, nem, én nem vagyok hajlandó. Felállsz a tányérral a kezed, és megkérdezed, merre van a katyó? Ez nem. Szóval, hogy én nem eszem meg bármit, mondjátok nyugodtan, hogy ez óriás. Rövid az élet, mi? Rövid az élet ahhoz, hogy te valakinek a bűrosz főztjét illedelmeségből magadba tömd. Ha engem valahova meghívnak, akkor ott megyek én anyóshoz. Akkor tiszteljenek már meg azzal, ha te már megtisztelted őket a jeleníteddel. Én arra gondolok, hogyha bárkit valahova meghívnak, akkor a meghívottnak, illetve pontosabban a meghívónak el kell fogadni, hogy nem biztos, hogy mindenki szája íze szerint főz. Ezen megsértődni szerintem hülyeség. Hát nyilván hozhatsz valamit otthonról, nálad nem úgy főznek, hát nem eszed meg, nem eszed hozhatsz meg. Otthonról. Olyan volt már, hogy elmentél valahoz, és vittél magad. Hát csak kész, szépen hoztunk magunkkal mindent. Én vagyok hajlandó. Az azért, hogy ne tűnjek bunkónak valakinek a rossz, íztelen, túlzsíros, nem tudom milyen kajáját megenni. Nem. Tehát ezt nem. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. A volt anyósom olyan mérhetetlenül rossz lazanyát csinált, hogy még a kutya se ette meg. Lehúztam a WC-n, amikor nem figyelt. Megkérdezte, kérek-e, még van bőven. Este az egészet lehúztam. Bocsánat, te hogy vitted ki az asztal mellől? Ez egy érdekes kérdés. Hát gondolom, mama kiment állalni a konyhába, és gyorsan. Igen.
Vendégségben a mamám leültetett, hogy készített valami újdonságot nekünk, de nem mondja meg mi az. Odarakott elénk egy palacsintát majonézzel töltve, díszítés egy fél uborka. Na most mondd meg, ezt meg kell emelni. De gurmé! De jó. Nagy nehezen lenyomtam udvariasságból, majd közölte, hogy sertés agyvelőbe volt töltve. A fél család azonnal elkezdett ökrendezni. Ezt Kardi küldte nekünk. Hát... Igen. Anyós megkínált sütivel megettük, azt mondtuk finom, az egyszeret elfogyasztása is büntetés volt, szülinapomra egy teljes adagot kaptam. Látod, ez, na, a büntetés, hogyha nem mondod meg, legközelebb ugyanaz lesz, csak nagyobb adag. Igen, legközelebb csomagolnak is. Meg kell mondani. Az én anyósom olyan rossz sütit csinál, hogy ebéd után az egyik unoka megkérdezte, hangya van-e a sütiben, mert egy recseget a cukortól. Lehet, hogy ez koncepció. Ez igaz. Érted, hogy érezd, hogy ebben igazi cukor van. Én annyit mondok csak, mama, kapcsolja ki a rádiót, mert jó ebédhez szól a nóta. Üdv, Dagi! Jaj, de finom alá, ez jó gondolat. Nem szeretem a rizibezit, ezért gyermekkoromban, amikor anyukám azt csinált, az övtáskámba rejtettem, később, mikor kimentem biciklizni, a hátsó kerben kiürítettem a táskát, legalább a madarak jól laktak. Írj egy hallgatónk. Anyósomnál az udvarlás időszakában udvarjasságból mondtam, hogy a sütemény széle a legjobb. A házasság után az 5. évig küldte nekem a körbevágott süti szeleteket, csak a szélét, mire a nejem finoman lebeszélte róla. Na látod, na milyen érdekes, hogy a mama megszereti a lányának a férjét. Igen. Aki megdicséri a süti szélet. Igen. És elkezdi szeretetből küldi. Mert szerették. Mert mama nem érti az üzenetet. Nagyon szere volt a leg... Igen. És akkor te meg ezt tönkre vágod mama, azzal, a széle a legjobb, mert ez legalább megégett. Annak elvette az íze. Annak sincs, de nem nyers. Igen. Após jelöltem első látogatásomkor rákot csinált, illemből megettem az egész tányérról, kegyetlen volt az az éjszaka. Életem legszörnyűbb éjszakája volt, a kedvesemért megérte. Ez a büntetése annak, aki nem meri felvállalni, hogy az étel nem ízlik. A barátomnél vacsoráztunk, a ragú tejbe grizízű volt, a rizs dagadt, a mágyarakás karácsonyi beigliből. Újra hasznosítás. Udvariaskodtunk, de nem volt jó. Múlt héten történt ezt, Kati küldte nekünk. Sziasztok, srácok, én azt mondtam a kedvesemnek szelíden, ezt most a sors számlájára írom, de soha többet ne csinálj ilyet egy darabig. És a végén egy mosoly. Így az Zoli. Így az Zoli. És akkor ez, hogy ez aranyos? Ez, hát a tálalás az nem mindegy, hogy hogy mondod meg, igen. Zoli, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, Fruzsi vagyok. Hello, Fruzsi! Na, mi történt? Vendégségben voltál, vagy te voltál az áldozat, akinek megmondták, hogy nem sikerült jól? Nem, nekem nem mondták meg. Barátnőm nagymamáját költöztettük a hétvégén. Hát nagymama, ugye nagyon finomnak tűnő paradicsomlevest készített. Hát én ott annyit vettem csak észre, hogy olyan fura mellékíze van, de hát ugye udvariasság. Én bekaranasztam. És csomagolt is nekünk belőle, és amikor a 3 éves kislányommal ettük, akkor már mind a ketten benyomtuk a szelét, amikor észrevettem, hogy valamilyen fura, ilyen köröm alakú dolgok úszkálnak. Ne, hát nem köröm volt, hanem kukatok. Ó, de azért te is mely jól vagy kódolva, vagy elmész egy vendégségben, nem ízlik. Csomagolnak neked, és az még este megeteted a saját gyerekeddel. Tehát ez az igazi illendőség, hogy neked nem ízlett, mellék íze volt, egye meg a gyerek. Már a gyerek is szólt. Beni nem tudta, hogy rossz. Odaadtátok neki. Ez volt így egyébként, igen. Figyelj, Fruzsi, és kukacok voltak a paradicsom levesben? Igen, valószínűleg egy liszta vas volt, amit csináltam mama. Úgyhogy gyorsan hívtam a barátnőmet, hogy ne egyék meg a levest, mert hogy ők is kaptak belőle. Úgyhogy hát ennyi. És mama egyébként nem főz túl jól? Mármint a barátnő mamája, tehát nem erős? Nem tudom. Én most tettem életemben először is valószínűleg utoljára nála, de amúgy nagyon kedves volt meg. Hát nyilván az ember elfogadja. Kell az erő a költöztetéshez, úgyhogy. Kukacos paradicsomleves, az nagyon kemény. De akkor te is az vagy, aki illendőségből inkább megeszed. Tehát nincs ez a... Igen. Áldozat vagy. Igen. És a gyerek mit szólt, mikor megevett, ráharapott az első kukacra? Hát ő előre úgy kellett elragadni. Na de kész, mert neki is ott van, és semmi baj, hogy ez van. Nem lehettem megmondani neki kukacos elevet. Ezt most már nem kéne megennie, de ő még szeretne enni. Nem, ezt nem szeretném. Hát miért nem szűrted át? Hát miért nem fogtál egy szűrőt, átszűröd? Hát miért nem csuktad be a szemed? Fruzsi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Az én párom ebben a témában brutál, mindig kifejti a véleményét. Volt olyan szitu, hogy kért fűszert a háziasszonytól, hogy legyen íze a kajának. Meg is mondta, hogy szörnyen főz, ezt Anita küldte nekünk. Direkt rosszul főzök, hogy ne kelljen gyakran. Milyen szép ez hozzáállás. Mondjuk okos, igen. Ha nincs rosszul a család, vagy nincs visszhangja, akkor nem végeztem jól a munkát.
Az én anyósom almás sütit sütött több tepsivel, az apósom meg az ablakon adogatta ki a kutyáknak. Milyen szép. Apa. Anyósom gépsonkából főzte a csirkemel pörköltet. A kutyánk se ette meg. Ezt mondjuk Atta küldte. Nem csodálom. Atta. Hát. Elég komoly technológiai hányosságok vannak. De nem szeletelbe vette, az biztos a gépsonkát. Egészben nagy kocka. Hát. Igen. Barátomat borsópörköltel vártam otthon, ami elég ízlelen lett. Ő közölte vele, hogy adjam a hajléktalanoknak, de annyira felidegesített, hogy az egész a kukában landolt. Zsaki küldte nekünk. Egyszer sunyiban belefűszereztem a mama főztjébe, az öreg mondta, sunyizhattál volna kicsit többet. Igor. Ugye mennyire? Mennyire érdekes dolog ez? Igen. Igor küldte nekünk. Na jól van. Hát ezért nem szabad. Jobb az őszintén ott hagyom című történet. Igen. Itt van egy hallgatónk, hármasugrást, játsszuk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zoli, hello, jó reggelt! Hello, szia Balázs! Itt a Feri meg a Janis. Igen, sziasztok! Hello, Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Budapestről, mit csinálsz? Épp megyek dolgozni. Igen. És ott, mit dolgozol? Ott mit dolgozol majd? Hát ez most bonyolult, ezt hagyjuk, jó? Nem is nem. Biztos, hogy nem hagyjuk. Egész biztos, hogy nem is a gyártás technológia érdekelt minket, ez nyilván tök összetett, de nem baj. Kamuz, ilyenkor mi nem mondasz, kamuztok? Hogy cukrász vagy, csak ez, hogy betelefonálsz valahova, de nem akarod elmondani, hogy mit csinálsz. Bakács vagyok. Hát ez aztán tényleg, De ez most a kamu része? Nem. Aha. Csak hogy biztos, hogy a témáról beszélgettünk, és nem akarja bemártani a, mit tudom én, szakács kollégáját, anyósát, főnökét, bárkit, kedvesét. Ez a megfejtés? A kedvesem az jól főz. Aha, akkor más miatt titkos. Lehet, hogy nemzetbiztonsági hivatal menzáján főz. Szörnyű dolgokat művelnek. Néhány információt tálalás közben. Körbeállják a vaníliasodót. Az új honvédelmi miniszter. Na jól van, hát Zoli, ha nem mondod, de nem mondod, de sose fogom megérteni. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy esküket vihető, harmadik nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Van ott valaki, aki segít neked, Zoli? A kollégám. De nem mondhatod el, hogy ki ő nyilván. Jó, így szól az első kérdés pasztartóért. Hogy nevezték azt az 1980-ban alapított díjat, amelyet az amerikai filmipar... Úristen, de hosszú kérdés. Na jó. Amelyet az amerikai filmipar legrosszabb filmjei és filmesei kapnak. Aranymálna díj. Így van. Ezt imádom. Ez egyébként mindig, akkor mit tudom, hogy felvettünk egyszerre a szévből, mondjuk itt tudom, nem tudom, is tudom a hány adást, és akkor a 20. adás környéken, hogy könyörögni kellett mindig. Léci jól van. Léci még egyszer. Nem olvasom még egyszer. Léci jól van. Léci, Balázs, mégis egy kivizműsor. Olvasd de rendesen azt a kérdést? Nem. Fáradt vagyok. Nem. Gyerek, jó lesz így adásban. Jó. Akinek nem tetszik, nem néz. Van, ott van, olvassák. Ez a... Képernyőn van. Menjünk tovább. Titok miniszter úr. Menjünk tovább. Így szól a második kérdés. Ki a magyar cselgáns sport első olimpiai és világbajnoka? Cselgáns sport első olimpiai világbajnok. Valóban így szólt a kérdés. Kovács Antal. Így van. Mindez idáig sajnos ő az egyetlen olimpiai bajnokunk. De legalább van. Ez is igaz. Na, látom? Tök jó, hogy ilyen pozitív vagy. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjen a harmadik kérdéssel? Menjen! Ki van még ott? Itt a kollégám van mellettem, de egy pillanatot tudok várni, kihangosítalak benneteket, és akkor ő is hallaná a kérdést. Szia, kolléga! Haló, itt vagytok? Igen. Jó. Szia, kolléga! A harmadik kérdés. Mert harmadik kérdés. Jó, kolléga néma. Itt a harmadik kérdés Morning Show óráért. Melyik országban zajlott a rózsák háborúja? Franciaország. A kutya fáj. Kicsit gyors volt a válasz. Sajnos nem. Mit mondott a kollega? Angliát. Hát és az volt a jó válasz pedig, így van. Üdvözlöm, Rákóczi, pedig Tuli vagyok. Hello. Szia, mindenkinek sziasztok. Tuli vagyok, Békéstabáról. Szevasz, Tulikám. Hogy van, hogy Zoli elmondta, hogy Budapesten van, vagy ez most hogy csináljátok? Hát,
Most már Békés Csabáról. Most nem. Nem most Békés Csaba. Ügyel vagyok. Hát ez nem jött össze, bumozzunk egyet? Hát miért nem hallgattál Tulira, aki tudta, látod? Igen. Túl hamar mondtam a választ. Túl hamar. Mert indulnak az ajándékcsomagok. Jó, mehet? Mehet. Indulnak az ajándékcsomagok. Figyelj, tiki-taki. Bum! Aha. Dupla bum. Dupla bum vagy. Jó nagyot robban. Remény. És hogy így duplán robbant? Sajnos. Nagy lukat fogott. Nem. Elérődöttél. Nem. Ez most nem sikerült. Majd máskor. Ez a beszéd. Azt biztos. Zolikám, hamar mondtad, meg lett volna egyébként, mert hogy tudta a te barátod, csak korán mondtad. Igen. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Szevasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyere. Ez nem. Ez most nem. M7-es Nagykanizsa felé a 102-es kilométer környéken mérnek a rendőrök, Pöttyös küldte nekünk. Köszönjük szépen. És... nincs más. Figyelj, nem akarok neked itt egyenes adásban nyíltan, meg őszintén is itt tényleg itt élőben egy bókon, de basszus, te vagy a keverőpultok Kleidermannja. Ide csap, oda csap, valahol mindig eltalál. Valahol mindig ég egy lámpa, azt megnyomom, pont bejön, tehát a kutya fáját, nem? Egyik effekt a másik. Minden, figyelj. Egyik a másikra. Minden van itt. Nagyon szólunk. Hát bocs, de ezt el kellett, csak ámulok bámba. Bár csak tudnám, melyik gomb mit jelent, de egyelőre mindig bejön a kutya fáját. Tudod, hogy izgulok, hogy mázlin legyen minden reggel? 5 perc, pontosan 9 óra jövünk Ákos legfrissebb hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hogy áll Lop és Raó? Aha, Lop és Raó hogy állnak? Hát, nem túl jól. Elfogyott az anyag a pólójához, az egyik hosszújú fekete másik. Az egyik hosszújú fekete másik rövidújú, igen, Raonic játszik éppen. Na, ügyes, tehetséges gyerek. Tőleg? Raonic nagyon. Azért van neki egy pontja ott a sárga mezőbe. Még csak hát ugye mindenki hozta az adogatását, és most 2-1 van, de Raonic adogat, és 2-2, az a baj, ha mondjuk Raonic adogat, és lopná 3 van, a Raonic fel meg 1, akkor az már break. Na most ezek ott nem dolgoznak, akik a leláton ülnek, vagy a időeltolás miatt ott még mindig vasárnap van? Ilyen ráérnek. De tényleg milyen jó nekik, nem? Tehát az hétfőn este 8 órakor ülsz a világ egyik legjobb teniszversenyén, a Melbourne-i Grand Slam-en, és nézed a teniszt. Hát azért ez egy nagyon jó Grand Slam? Tessék? Ez Grand Slam? Akkor miért írják ki, hogy open, hogy nyitva van, be lehet menni? Igen, a táblán, hogyha hát be tudsz menni, vatacukrot venni. Igen, de aztán már izé van, Melbourne closed. Utána Melbourne closed. Tehát most US open, és aztán US closed. A US closed. Így van. És akkor vége van egy évre. Na mindegy, szóval az tényleg jó élet. Egyébként nem? Ott ülsz hétfőn este 6 órakor, 8 órakor, és a VIP-páholyban. Ennyi edzőjük nem lehet. Igen. Vagy ha nem is a VIP-páholyban, horror drágán egyébként nézed a teniszt. És várod, hogy mit a játszon a kedvesed. Azért annak jó hangulata van. A Lópezzel akarsz járni, hogy játszon a kedvesed? Nem, hogy játszon a kedvenced. Ja. De Lópezt nem ismerem, megmondom őszintén. Nem, szerintem nem is top 50-es, nem tudom. Na mindegy. Hogy szentséggel? Csúnyán beszél, mi? Fúj. Egyébként az milyen érdekes, valamelyik nap, itt reggel, ahogy így belebambultam ebbe a tévékészülékbe, hogy ott ül egy kakasülőn egy fiú. Vagy lány. Nem tudom ki az, de mindegy. Ő a műlovarnő. De hogy azok sztárok, azt észrevetted? Hogy volt egy csávó, akiről egy korrekt összefoglalót adtak, ilyen arckifejezésekből, hogy hogyan, ő mit csinál, ő a kommentátor? Vagy? A vezetőbíró. A kommentátor nem ott ül. Vezetőbíró. Ő a vezetőbíró, ott ül fönn. Igen?
Igen. De miért, hogy négyen jönnek egy autóval, és ő vezeti? De miért azt hitted fel, hogy az a vízpáholy? Azt hittem, hogy ez egy nagyon közeli jegy. Az nagyon sokban lehet, tehát neki külön páholya van, nem külön lelátója. Külön lelátója van, és igen, abszolút közel. A darabja 1 millió ausztrál dollár, beülhetsz egy meccsre, oda egy ember ülhet be, az a full extra. Igen. Kaja van, pia van, ellátnak, boldogát tesznek, ott minden megtörténik, oda egy ember ülhet, és be lesz, van egy mikrofon előtt, tehát ha gondolod, beleszólhatsz a meccsbe. Na, tök jó. Bizony. És ráadásul, mivel etetik, francia kosztal, oda van írva az oldalára, hogy Lacoste. Lacoste? Biztos, hogy ott külön kaja van, külön kiszolgálás, minden, és ráadásul az a, francia. Az extra VIP, tehát az a first class. Az a first class, ott ül, nem, ő a pontozó bíró felé. Tehát, hogy de mindegy is, hogy nem menjük el a dicsit. Miért ők nem tudják számolni, vagy mi? Egyébként nem. De elszámolnak ők magukban. Mikor lesz az, amikor majd teljesen gépiesítve lesz az egész, és marhára nem lesz szükség már vezetőbíróra, mert hogy egy számítógép, vagy olyan hát szintre lesz fedve az egész pálya, mondjuk így elektronikailag, hogy egy számítógép 100%-os pontosággal meg fogja tudni mondani, annélkül, hogy egy ember beleszólna, hogy mi történt a pályán. Hát egyébként most is van. Hát tehát a challenge-et, amikor vagy mi, az kikérik. Igen. Nem? Az is ott géppel nézik meg. Hát igen, de vezetőbíró kell, tehát hogyha kimegy mosdóba, ha ápolás kér, mennyi idő az ápolás, időket mondani, vannak bizonyos helyzetek, amikor dönteni kell, van például olyan, hogyha mint a játékos szervál, és beleüvölt valaki a közönségből. Akkor a vezetőbíró eldönteti, hogy ad-e új szervát, és azt mondja, hogy nem ad új szervát, de a fogadó az például azt mondhatja, hogy adják kettőt, mert én megadom neked a lehetőséget. Megzavar, és a fogadó mondhatja, hogy akkor adjál újat. Tehát azért ezeket így gép nem tudja levezényelni. Hát meg a gép nem tud visszaszólni a lelátóra, hogy kussoljál már, kivezettet le. Az meg a másik, igen, hogy a gép nem tud visszaszólni. Na, egy gémet közvetíts, tessék. Loprao. Imádom, hogy közvetítesz. Ja, mert közben kapcsoltunk véletlenül a NatGeo-ra, hogy nem, ez Loprao, egy gémet, igen. Egy kócseg és egy gém. Ez már önmagában is nem érted, hogy miért így hívják a történetet, és azt, na, nézd meg, itt ül fönn, és nyomogatja a gombot. Ő a, várja, csak úgy ő van. Ő lop. Nem, ő már lop, de az előbb, ugye a VIP-páholyos lány tabletten keresztül rendelte meg az ebédet. Tehát az látszott konkrétan, ahogy beszél, mert a mikrofon rendszere nem működött. Igen. Na most Rau szervál. Rau. Közvetít. Rau. Lop próbálta ezt a szervát megszerezni, de ne azt se értettem már konkrétan, hogy miért áll úgy az alapvonalnál, ha egyáltalán azt úgy hívják, mint aki bekakilt. Biztos, hogy már kicsit megszorította a dolog. Na figyelj, ezt a pattogtatást pedig kikérem magamnak. Nézd meg, megvezeti az ellenfelet. Háló lesz, na nem véletlenül tovább ment. Ő meg mutogatja, hogy kicsit arra kiütött a labdát. Ide üssed nekem. Nagyon én bírom. Vagyok az. Nagyon nekem üssed, hülye. Nem, ne a lelátóra üssé, én vagyok a ellenfél. Igen, most mi történik? Most, nem tudom, besárgították a nem, labdát. Hát a robot mutatja, kim volt-e. Ah, igen? Ez volt a robot. Nem, ez kint volt. Hát ebben benne van a szombatesti diszkóláz ebben a fiúban, hogy pattog, nézze, megint kitolja a fenekét, és azért érdekes, mert mindenki azt csinálta mögötte. Láttad? Az a fiú például miért árott? Ő is játszik, vár a sorára? De rájöttem, ezek forgóznak. Forgóznak, mint de közben nézve nem tudja, mit mondasz, hogy ami történt. Tehát közvetítsd le, ami történt. Tehát bennülsz a kommentátori székben, nekem nincs képen csak na, hangom. Egy gémet, és mondd, hogy mi történt. Pattogtatja a labdát, rózsaszín fiú szárválni készült. Nem vagy a rózsaszín, ez kérlek szépen, igen? Kisliba fos zöld felsőbe jött el a fiatalember otthonról, szürke naciba, és most állítólag eltalálja a labdát. Hopp, ez hát nem, sikerült. Visszaadta a kék fiú, és az a helyzet, hogy ezek kihasználják a pályát, de a másik miért üti középre, az ő gyerek nyerte meg a pontot. Egy pont van nála. Sajnos jól látszik, hogy hideg van Ausztráliában, mert egy dénibe van bugyolálva egy pokrócba. Jó ide ügyes. Most miért bántja azt a hátul ülő gyereket? Azt kell eltalálni? Az plusz pont, ha valakit elcsapszott hátul? Az ott plusz hátul, igen. Hát Feri, te, hogy mennyire... Menő. Döbbenetes, hogy sportban mennyire anti talentum vagy. Nem, egyáltalán nem. Ilyen józan paraszti észre nézem a dolgot nálunk. Érted? Kedves nézők, azt értsék meg, hogy nálunk, ha van egy adott főterület, amit kikaróztak, az egészet föl kell szántani, nem csak a közepén ütögetünk ennek a vacaknak, érted? A két szélén a csík minek van? Na, minek van a két szélén a csík a pályának? Tessék. Hogy minek? Már mi? Hát az jelzi, hogy hol van. De az már kívül van. Hát ez a páros rész, tehát az más. Milyen páros? Ezek nem párosok, ezek egyedül vannak. Legyen páros pálya, meg egyedüli pálya. Tök normális lenne, nem? Mi az a sport, amit egyébként le tudnál úgy közvetíteni, hogy kicsit értesz hozzá?
Micsoda? Milyen sport? De komolyan kérdem, hát, van olyan, amire ott tudod... A kerékpározás, és tekernek, de, és tekernek, igen. És jár a lába, és mennek. Hogy hajtja? De nem, minden férfinak van egy, amit azért szeret, és azért nézi, vagy csinálja, vagy csak nézi, de van egy olyan, amire ha bekapcsolom neked, és az megy, akkor tudod a szabályt, leközvetíted, érted, hogy mi történik? A disznóölés. Nem, komolyan mondom, én nem de láttam még... De gyönyörűen keveri a hagymás. De ezzel nincs baj, csak komolyan mondom, hogy én nem láttam még férfit, mert az, hogy a teniszt az ember nem érti, nem szereti, nem baj. Tehát nem kell, egy csomó nem értik a szabályokat. Én sem értem az amerikai focit, csak a baseball, de azért minden férfinak van egy olyan, amit ha oda kapcsol, akkor tudja, hogy ott mitől. Pingpong, tenisz, mit amerikai foci, bár neked van egy olyan, amihez oda kapcsolok, és tudod a szabályokat. Semmi. Ez figyelj, te nagyon-nagyon tetszel nekem. Ez, én nem ismerek még egy férfit, aki hát minden, ennyire antisport ember. Minden, ami volt új kigyóson, nem? A presszóba. Ennyi. A lengőteke kugli. Disznóhólyaggal való labdázás. Asztali csocsó. Disznóhólyagban való labdázás. Az focina, de ott sem voltak szabályok nálunk. Új kigyósnak van labdarúgó csapata? Micsoda? Te labdarúgó csapat, bennük. Nem értette, de... A foci szabályait érted? Tehát ha nézed a focit, tudod, hogy miért az történik? Tehát, hogy az mi normális, az, hogy valaki megnézem. Gyorsabban fut a többieknél, és akkor valaki elkezd kiabálni ott feketébe, hogy les. Mi az, hogy les? Ő volt a gyorsabb. Elképesztő. Hát az egy értelmetlen dolog. Érted? Tehát támadunk, mi kígyós, játszunk mit én puszta ottlakával. Érted? Megye három. Mit itt ottlakai. Érted? Békés megyei második osztály. Másodosztályban vagyunk. Fia, 13-ak voltatok. Nagyon szép. A 2013-14-es évadban. Azt mondja, hogy 13. helyez és 29 pont. Tessék, gyönyörű 29. Tehát ott van új kígyós csapata, lerohanjuk. Új kígyós FC. Mezőkovácsháza FC-vel játszunk, vagy nem tudom, puszta ottlaka FC-vel. Akkor szerintem oda-vissza kikaptok, mert hogy Mezőkovácsháza a legjobb. De azt lett, tehát a futballt le tudnád? Tehát azt mondja nem, neked, egy másik kommentátor, hogy előnyszabály. Akkor te tudod, hogy az mit jelent, hogy előnyszabály, vagy csak azt látod, hogy a bíró fölemelte a kezét, és nem állította meg a játékot, bár szabálytalanság történt, hogy az miért történik? Van egy sport, amit értesz? Akkor nyilván pisilnie kell. Tehát, hogy hadd menjen tovább a játék, srácok, jövök mindjárt vissza. Döbbenet. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen vagy, mert minden férfi legalább egy sporthoz ért, amit kedve. De te tényleg nem, és te nem megjátszod, neked tényleg nincs egy olyan sport, amiért mondanál 5 szabályt, és tudnád, hogy az miért történik. De ezt tényleg, te ezt érted, hogy fut előre a csapat, és van egy gyors játékosod, aki úgy van elől, hogy nem. A focit én sem nézem nagyon, szeretem a Real Madridot, de nem vagyok foci megszállott. Sanyika, ne fussál olyan gyorsan, mert az lesz. Autósport, túrautó világbajnokság, VTCC, tudod, hogy ott gyorsan miért van fordított rajtsorrend, és mi történik, ha te mondjuk az időmérőn érted azt? Vagy te... Nagyon gyorsan kell menni, az a VTCC, ott van a Norbi. Nem igazi, nem vagy. Is. Nem világ. Én a Norbiért oda vagyok, az teljes jó fej fiú. Beszélgettünk már néhányszor, én nagyon kedvelem. Egyes ott is nyilván bal előre. Ennyi. Bal meg vagyok, de hogy mit fordigatnak ott a rajtsor. Tehát de az... nem így van, hogy minden férfi legalább egy sportot tud? Persze. Laci, neked van egy sport, amit nézi, értesz, és kedveli. Amit kedvelsz, és nézel, és egy darab, ami... Tessék? Műkorcsolja. Milyen férfiakkal ülünk mi itt, Jani? A műkorcsolja. És igen, még hétvégén oda kapcsolsz a szinkronúszásra. A műkorcsolja. Na, mert azt tudod. Mert hogy azt a nők szeretik, az oké, de hogy nézek műkorcsolyát, nem is tudom, nem. Hát de hogy legalább van egy a műkorcsolya. Na, ő legalább szeret valami. Vagy például én ezt a sít is értem, amikor ilyen nagy izéről leugranak, tudod. Mert ott minél messzebb repülsz, annál te vagy az első. Tehát az egy korrektül érthető sportág. Melyik, de melyik, mert abból is sok van. Amikor tehát az óriás műlesiklás, a slalom, a... Ezt mutatom. A síugrás. Síugrás. Na, ott tessék. Hallod, hogy elfütyültem, mint a szeretet. Elfütyültem, mint a krimóban. Így menne. Ebből nem tudtam. Csaki minél távolabb megy, az az első. Na, azért azt elképzelem, hogy igen. Hogy ti férfiak támasztjátok a pultot, ti sportszerető férfiak, és nézitek ezt a tévbe. Ha jó, messzire elugrott, nem? Pedig még botok sincsenek nála. Figyelted? Azt meddig ment? Szereted a teszt, én fizetem. A finn siugrót a Porho Hessinnen. Porho Hessinnen. Az a kedvenced. Igen. A Porho Hessinnen az egy nagyon de például siugró. Most ugye a mostani harmadik helyezettünk, aki volt hétvégén abban a sísportban, azt se értem, hogy ezt hogy adták, tehát hogy mire adták. Ja. De ott mit kell csinálni? Ott kell kerülni a kapukat? Igen, na, de azt például honnan tudod, hogy melyiket merről. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog, gyerekek. Miklós Edith erre gondolt, gondolom. De lehet, hogy megmondják, nem? Hogy mely balról indulsz, balról és aztán jobbra, balról, jobbra.
Aha. Az például egy gyönyörű teljesítmény, érted? De ha este a srácokkal, ha iszunk valamit, ezt ki is fogjuk beszélni. Az legfőbb vonal az az lesz, hogy honnan tudod, hogy merre kell kerülni. Érted? És figyelj, te soha nem focisztál egyébként, meg nem is hívtak az új kígyós FC-be? Ezzel a testtel kapusnak. Ideális mi? Lenne. Hát most megfogjam, hogy Feri, hozzádobom a telefonomat, ha kap már, nem kapná el. Jó, de most érted, neked azt mondom, hogy gyere el velünk túrkevére. Legyek én a műsorvezető? Hát ne, azt azért nem várom el, mert sok lenne, annyi pénzünk nincs nekünk a túrkevei bulira, hanem gyere el, azt a kutya, gyere csináljunk kolbászt. Vagy csak magyarázd el, hogy mi történik. 2 hét múlva megyünk, ott van a túrkevei tor, ismered. Na most ha azt mondod nekem, hogy a kolbász töltés egy sport, akkor tényleg megi hazamegyek. Nagy, az. Hát úgy kezdődik, hogy le kell győzni egy 150 kilós malacot. Ja, rögtön a birkózás. Rögtön ott van birkózás. Az neked ráadásul megy is, ugye? Megcsinálod ezt. Utána következik a nehezített pálya. Igen. Pörzsölés. De ez nem egy sport, hogy valaki kolbászt tölt. Az egyik az azért, én azért nagyon kíváncsi lennék rá, tehát hogy azok a szép, derék, türelmes, hentes legények, illetve szimpatizások, félprofik, meddig bírnák azt. Sokáig ők nagyon megértőek. Igen, sokáig megértők, de amikor már 30-szor mondják az Balázsnak, hogy léci lassabban, ez is szétszakadt. A rohadt életben van még egyáltalán belünk. Lassabban tekerd már! De azért ez tényleg érdekes, hogy nincs egy valami, ami te mint férfi rajonganál. Hát minden férfi szotit tölt a szájába a fociban, vagy otthon halkal kell lenni, ha Forma 1 van, hát vagy ha túrautó világbajnokság van, akkor az asszony hallgat, férfi sört néz, drukkol. Tehát hogy minden férfi gerjed egy sportra, mert abban látja saját magát, nézi a teniszter. Nekem nem kell hősnek képzelni magam, mint tudom, hogy az vagyok, érted? Mert te pótselekedtek azzal, amikor meccset néztek. Nekem kicsit igaz, amikor tenisz nézem, mindig ugye? Arra gondolok, hogyha lesz egy kívánságom a következő újjászületés, az, hogy csak egy grenclemet hagy húzzak be. Nekem mindegy, hol születek újjá, csak egy grenclemet hagy húzzak be. Igen. Na, ennyi. Ja, hogy ez egy pótcselekvés. Ja. A vízilabdát például szeretem, de ott se értem. Tudod a szabályokat? Ismered? Rajongsz érte? Miért érted, kell megállítani a fiúkat, mikor már érted? A valaki így van. Fütyül órára mutat, állítok, lejárt az idő. Milyen idő? Még van a meccsből 10 perc. És miért szexelnek a víz alatt egymással, miközben alibiznek föl? Igen. Feri, mondd meg a nagyfőnök, közvetítse már egy disznóvágást. Na, tessék, hát, hogy meg is mondtad, jól mondtad. Hogy csinálnád? Dárdai mehet, Feri a válogatott megmentője. Üdvgápot. Ez a sok ízé, sok szabály. Ez 115 éves lesz az új kígyós FC egyébként idén. És gyerekkorodban volt olyan, hogy anyád azt mondta, hogy Feri, üljél le leckét csinálni, és mondtad, hogy nem megyek, hadd menjek ki a grundra focizni, mert engem nem lehetett leülni, mert én mindig csináltam valamit. Nem, anya, mennem kell, vár a pötang. Vár a curling, Józsinál a hentestál a hűtőkamrába, megyünk curlingezünk egyet. Nem. Ne állj közém, édesanyám, közém és a gótábla közém. Vagy mit tudom én, a kajak kenunál, te vigyázban állsz, mert a kajak egyest imádod, és leülsz, és érted, és tudod. És, hát most azt mit nem értesz? Hát jó, de hogy ezt tényleg szereted, és... Vége. Na, adtál nekik, jól van, és jó, most már szeretnek téged. De miért? Ha ennyi a butában, csak húzom. Én nem mondtam, hogy buta, azt mondtam, hogy ott ellövik a rajtot, azt végig kell menni, ha te érsz be elsőre, akkor megnyerted, ja, végül nem? Is ennyi. Hát te bringázol. Ugye? Tehát sokkal elindultál. Na, a trikókat azt nekem te tudod, végig tudod mondani? A trikókat végig tudod mondani? Hogy nem, ki milyen trikót kap? Nem tudod. Mert a tesóm is bringázik. Imád bringázni, versenybringája van. Ő a Tour de France-nál 2 hétig ül a tévé előtt, és sose értem, hogy a Loire-menti kastélyokról beszél két egyébként szellemes ember, hogy mit lehet nézni abba, hogy 6000 ember ott teker, néha valaki bukik. Tehát számomra a dögunalom, és a tesóm azt mondja, hogy hülye vagy, dehogy dögunalom. Nézd, gyönyörű, szépen. Gyönyörű, hogy a Tamáshoz fanatikus, nyilván Görgőkre, aki a bringáját felvezeti magára, a sárga trikót. Hátrafelé fordítja a kis sapkát, és végig tekeri velük az eszeset. Persze, és mondom, hogy nézzél teniszt, és olyan hülyén nézem, hogy kitér egy pattog egy labda, az kiér oda gyorsabban. De legalább tetszik, hogy rajong a bringája. Te bringázol, nézed a túrt? A túrba is belenézek, a zsíróba is, de például... De ez nem az, amikor a malac túr, tehát amikor ez a de túr. De úgy azért mondtam, hogy a túr, meg a zsíró. Meg a zsírokba is belenézek. Érted, hogy miért a pöttyös póló, a zöld póló, a sárga póló? Nem. Nem. Akkor nem rajongsz igazán a túrért. De szeretem a kerékpárosokat, olyan szépen tekernek azok a fiúk. A rajongás az,
az, hogy tudod, hogy nézed, hogy szereted, hogy szinte pólóban ülsz a versenye alatt. Érted? Tehát van egy sárga pólóban, amikor mi van rajtam otthon, persze, nem ülök messze. Mert akkor azt is, aki koca módon nézed. Tehát nem rajongsz, akkor azért sem. De rajongasz, azért, mert nem tudod, hogy most akkor ki hol van, az kell. Tehát úgy vagy rajongó, hogyha magadra tetováltad, hogy Fradika. Hát nem, hát ha valaki Forma 1 rajongó, akkor tudja, ki melyik csapatban. Ha valaki túr rajongó, ha valaki foci rajongó, rajong egy csapatért, van egy kedvenc. Tehát, hogyha te spanyol futball rajongó vagy, 10-ből 8-szor valószínűleg van egy kedvenc csapatod. De Feri ámbok a sportot szereti, az ő mellé az lenne, oda, tehát tovább, hogy foci. Foci! És akkor bárhova kimehetsz, érted? Nincs az a csúnya verekedés egy Újpest-Fradi. Oda mész, azt mindenki szeret, mert foci! Ez foci! Foci! Döbbenetes, hogy mennyire antisport. Nagyon tehát, jó ezt, én nagyon szeretem, mert nagyon megint jó. Egy új szín ebben a műsorban, de hogy az eszem meg. Én férfi ember, nem ismerek, aki ennyire antisportoló. Tehát ülnek a meccs előtt, érted? Férfiak tévé előtt, sörrel, és akkor felugrálnak. Tudod, milyen jó ez? Tudod, milyen jó rajongani valamiért? Tehát, hogy én tudok úgy Federert nézni, hogy tudnám. Üvöltök, amikor nem... Tudod, milyen jó, hogy felállsz? De ha foci... Hát gyönyörű mangalica malac pofa, jó, elkészítve. Igen. De jó, hát... Tukaszolonna! Ez az! Hasalja! Öld meg a disznók! Persze, jó valami iránt rajongani. Tehát jó... Hagymás már! Véres hagymás már reggel. Új, tehát jó, hogy állsz, nem tudom, bármi, tényleg a túrautó világbajnokság előtt, és ha a Lőb előz, és akkor ott van a Lőb előz? Az ki? Lőb előz. És akkor ott van a Mihelis, és üvöltesz, és leelőz egyet. Tehát van valami, amiért úgy ülsz le, hogy kicsit te is a túraautó világbajnok vagy, kicsit te is teniszező vagy, kicsit te is Raúl vagy, Ronaldo vagy. De nem vagy, hazudsz saját magadnak, nem vagy. Kicsit Schumacher vagy, kicsit Ronaldo vagy, kicsit Messi vagy. Aha, nem? Értem. És amikor üvöltesz a tévé előtt, hajrá, lőbb! Én nem túraautót nem nézek. Jó, akkor mit érzel? Túraautó! Mit érzel, hogy hallja? Vagy? Nem, hát ha a kedvenc foci csapatotnak drukkol, se hallja, csak meccsre. Ültök négyen, és teli szájjal ordítotok, amikor mit tudom, győz a Real, vagy győz a Vasas, vagy győz a Fradi. Tehát például, amikor szoktad nézni a, nem tudom, ki a Rozsét, akkor kiabálsz neki otthon? Én nagyon. Megcsinálod! Én nagyon, amikor Grand Slam döntőt játszik, vagy ha negyed döntőt játszik, és Rozsé, ez konkrétan izgulok, és SMS ezek a barátaimmal, akik szintén ott ülnek, és konkrétan olyan ideges, hogy mindjárt megőrülök. Aha. Felállok, csapkodok, és leüvöltök a Vikinek, hogy megvan! Még, jó. Csak nem ülök. Igen. És már mondom, hogy a Benny is néz. Tehát jön. És tudja ki a Nadal, vagy te igen, jó, hát ki mondjuk autodidakta módon tanulja, úgyhogy észre sem veszi, hát hogyha a fater, mert ez egy picit azért álságos, vagyunk őszintén, tehát hogy amit otthon csinál a szülő, meg amit lát, persze, meg amit hát élvez, meg amiért rajong, azért abban a gyerek átragad. Is azért otthon lesz, átragad rá, nem biztos, hogy szereti. Nem, hát azt látja, azt szereti, persze, tehát a Gangszának a lánya nyilván jéghoki meccsen üvölt, mert az Zoli oda viszi, tehát hogy nem a gyerek választ, hanem a igen. Tehát Laci egy kicsit többet járná át hozzátok, lehet, hogy a műkor sajátért rajong van a belé. Na, azt nem. Tehát vannak elvi kérdések, tehát nálunk nem megy műkorcsója, tehát egy ilyen flitteres gatyában ott magukat férfiaknak mondó emberek ott ugrabugrálnak ilyen pirueteket, tehát azt nem. Tehát ott megáll a fejlődésben a gyerek. Tehát két dolgot nem nézünk, műkorcsóját és szinkronúszást. Félek, hogy ezzel hazajön a gyerek, és azt mondja, hogy apa, szeretnék szinkronúszni. Tehát én ott leöntöm magam egy. Most már lehet, ugye ezt a pont a múltkor fejtettük meg. Csiklani, ha igen, flitteres ruhában. Nézd, apa, ez az új műkorcsolyám! Nézd, mérlegállás, tegnap óta gyakorolom. És becsúszik a kövön, tudod. Na, azt nem. Tehát, hogy vigyázunk, hogy otthon mit nézünk, nehogy megfertőzzük a gyereket. Műkorcsolyával, RSG-vel és szinkronúszás, az nem megy nálunk. De gyors korcsolya? Az lehet, nem? Az kemény. Nagyon alaktalanok. Igen, de hát... Az összes egy kenta úr. Irgalmatlan combok, hihetetlen erő, azért az nagyon ott van. Igen. Aha. Tehát József Osifov az orosz, nem tudom, mit, gyorskocsi, az ott van. Hol? Jó, hát ki mit szeret? Tehát én nincs. Csak ez fura. Tehát, hogy ez tényleg megdöbbent. Százból egy vagy ezerből egy. Valahogy így nem kapott el. És van ilyen, hogy disznóvágás VB? Vagy ilyen hogy van? Ilyen el tudtok indulni, ha sokszor nyertek Turkemén, van egy európai selejtező, és akkor van az év disznóvágója egy brazil fiú? Lehet, a brazilok nem értenek ne. Hozzá. Vagy az év disznóvágója a magyar válogatott, ahova te benevezel. Na most ilyen... az van, hogy ugye már most reméljük megint sokat gyára megnyerjük a Turkevét. Na ezt mondom, létetek már túl, már egy országosat kéne megnyerjünk, és akkor utána van egy közép-európai.
És aztán összecsapnak. A túrkevénynél mikor jön az örökös díj? Hát mit, ha most már megkap, vagy ha veszel két konyakot a zsűrinek. Ne árulj már el, hogy így szoktuk csinálni. Két konyak, egy desszertbor, meg egy fél kiló és sodó, vagy nem tudom. Semmit nyerni csak. Meg egy kiló véres felsátítokba, pult alól. És azonnal meg is van. Szóval tényleg azt már annyiszor megnyertétek, hát nyerjél abba, lépj tovább. Valami jó komoly. És akkor az más, neked az már sport lesz? Nézd, ha egy 200 kilós malacot még le kell győzni, hárman ott megülitek, levágjátok és megnyeritek, szerintem az meló. De az hárman egyedül, legyen mondjuk egyén is. Üld meg a malacot. Hozd ki te, szúrd le te, perzseld te, bonts te, dolgozz fel, te, tölts te, és az egészet, érted? És valószínűleg utána el is halálozná, mert azért az meló. A Bika Rodeón is van olyan, hogy a kis borjút így le kell rántani a földre. Azt egyszer már megpróbáltam, az ment. Akkor azt láttam a tévében. Milyen? Hogy azt tettem le? Na hogy? Még jó, hogy voltak ott mások munka is. Munka volt. Egyébként én a hallgatók veled vannak. Nyugi Feri, nem vagy bele egyedül, ne hallgass a Balázs a Bodóira. Feri király vagy, csak így tovább. Veled vagyok, Feri, én sportolok, de egyiket sem nézem, nincs kedvenc zeném, sportom, színészem, filmem, olyan vagyok, mint egy üres edény a feleségem szerint. Mondjuk, jó, ez kicsit tovább mentél, ebben azért nem hasonlítunk, de... Feri, ne törődj a Balival, és értek a sportokhoz, de a 100 méteres kolbásztöltéshez annál jobban írja Misi. Látod. Gyerekek, engem meg levinnél ott a túrkevére, én egy perc alatt elvéreznék. Tehát kezembe adnál egy fakan alatt, itt fordítva fognám. Tehát látnák, hogy ott kiabolek. Szerintem igen, de már látták a múltkor is, hogy ott voltunk. Jönnék a kis teniszütőmmel, hogy szorítanám magam. Srácok, nem lehet, hogy addig... Kereszt fonákot tud valaki adni. Például a teniszütőt jól lehet használni a disznóvágáskor. Nagyon vágod vele a malacot. Egyrészt, másrészt pedig ugye a vért nem szabad hagyni megalvadni. Miért nem? Na, azt látod meg. És akkor azt általában egy ilyen eszközzel szokták folyamatosan kevergetni, és a teniszütő az pont jó kockázná. Meg ha nem olvadna el, és lenne fémhúros is belőle, akkor le tudnád szedni a zsírról a jó megsült kis tepertőket. Igen, egyébként arra is jó. Na miért? Ugye, de ugye, hogy azért érdekes a Feri? Hát igen. Igen. Mert valahol, tehát igen, hogy ő neki kétféle, tehát a személyiségnek két mi van, ha a Feri nem a Feri, hanem él benne valaki? És minden este leteszik. Tehát minden este kinyit egy cipzárat, és kibújik belőle valaki, és kiderült, hogy 3-4-en élnek benne. Ez a rosszul feldolgozott sertés hús miatt van egyébként, és de ki lehet hajtani belőle. Nem lehet, hogy a Feriben élnek 3-4-en, egyik a karját mozgatja, a másik a lábát mozgatja. És ők tulajdonképpen ők például sportolnak? És ők sportolnak, mozgatják a testedet, melózat. Drukkerek mondjuk egy foci csapatnál. Igen, sportemberek is mozgatják a Ferit, és este Feri hazamegy, és leteszik a Ferit. És reggel felveszik. Ők tulajdonképpen vegetáriánusok, nem dohányoznak és nem fogyasztanak alkoholt. Semmi. És bennek hárman élnek. A Feri megvakarta az előbb a homlokát, akkor ilyen iszonyatos ellánnal két nem tudom milyen pici lény elkezdett valamit tekerni benne, vagy pedig így elkezdett futni egy kerékben. Igen. Egyébként simán el lehet képzelni. Na jó van. Viszont teljesen más tészta, vagy más téma, és ezt ígértük, és erre nem tértünk vissza, hogy Janinak volt egy ígérete, és már többször beszéltünk róla, de elfelejtettük, viszont most egy hallgató megírta, hogy kérdezzünk már rá. Igen, csak hogy lejárta a... Lehát, és azt is mondtam, hogy... Az időre adott intervallum, és nem tudjuk, hogy beteljesedett. Te tavaly év elején elmondtad, hogy az éves célkitűzésed az, hogy megtanuljál kézzel járni. Egy percet nem foglalkoztam vele, természetesen. Hány métert akartál menni? Semmit. Azt mondtam, hogy itt mondjuk folyosan azért tudjak menni egy pár métert teljesen stabilan. Tehát ne csak felmenjek kézenállásba, hanem megyek is. És aztán ugye karácsony környékén ez szóba jött, mert nagyon sokan kérdezték, és köszönöm szépen, és tök igazuk van, meg így tök jó, hogy így emlékeztetek rá, ugyanakkor meg persze tök cikk, hogy nem csináltam meg. De azt mondtam, hogy akkor lesz egy másik vállalásom. Ez a második vállalás pedig az, hogy nem egy év, hanem fél év. Tehát, hogy én, hogyha most a naptára néztek, és mondatok nekem egy dátumot mondjuk júniusban. Kérlek szépen, ma ugye 26-a van. Igen. És január. Igen. Ugye? Na, igen. Akkor ehhez adjál hozzá 6 hónapot. Hozzá te. Az 7. hó 26-án, de azért megnézem, hogy ez milyen napra esik. Tehát az február, március, április, és május. Mit csinálsz addigra? Kézenjárás. Hány méter? Azt nem tudom. Fölmegyek kézenállásba, és akkor megyek egy pár méter teljesen stabilan. Mit tudom én, egy 5-6 métert. Tehát az július 26-a az vasárnap, akkor július 27-én... Akkor legyen hétfőn. Egy napot kaptál, júli 27-én... Hát, csak szombaton jut az eszembe. Kikérdezünk. Meg. Jó. Jó? Jó. Beszámolód van kézenjárásból. Soha többet semmit nem fog megírni. Azért, mert ezt megértem, és azóta várom, hogy itt fölmész kézenállásból, és lesz sétálsz a Blaháig, de akkor pár méter lesz. Jó, ezt kíváncsi vagyok.
Ez egy ígéret volt, de akkor ez júliusban most igen, meg igen, lesz. Igen, és lehet nyugodtan írni, hogy pite vagyok, meg nyúl vagyok, meg gyenge vagyok, meg harmat vagyok, mert tök igazatok van. Az az igazság, hogy de mi kéne neked bevallani, miért nem vállaltad, hogy pókjárásba mész három mert métert? Tehát, hogy, mert azt már tudtad. Mert az nem érdekel. De ez viszont érdekel. Ez viszont érdekel, ez izgalmas. Ez tetszik. Én beírom a tehetségbe, jó? Ébresztőre. Jó van. Gyorsan egy-két SMS, csak hogy hol mérnek, vigyázom mindenki, azt mondja, hogy most készülnek kitelepülni az Egér úton kifelé a Tétényi út után, és most állítják fel a háromlábút, úgyhogy mindenki menjen lassan. Nem is háromlábú pólóból mérik a kifelé haladókat, ez Jani GSM elküldte nekünk, valamint Pécs Mánfa között Szerpentinen kidőlt fa Pécs irányába, egy sáv járható, csak ezt Norbi küldte nekünk, valamint van egy baleset az M3-ason, Kurtom vagy Kürtő, nem tudom, ékezetni nélkül jött. A Debrecen felé haladó sávban egy autó az úton, illetve egy átrepült a szalagkorláton és fejre állt. Te jó Isten, egy sáv lezárva, elég komoly baleset, mindenki menjen lassan. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel várunk még friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ki látta, gyerekek, a játék határok nélkül befejező részét? Látta valaki? Nem. Hogy befejező részét? Csak nem ért véget. Miért? Mi volt vele? Semmi, van egy gyerekecik a comment.com-on, és azt nézzük, hogy január 18-án ért véget a játék határok nélkül, és hát ha látta valaki, hogy mi történt, mert a cikk önmagában baromi érdekes, ugyanis arról szól, hogy... nem egyértelmű, hogy ki nyert, és a magyar köztévén a magyarok nyertek, az oroszoknál pedig az oroszok nyerték a műsort. Na, figyelj, döbbenetes a dolog. Arról szól a cikk, hogy valaki nem mond igazat. Aha. Zseni. Valaki nem mond igazat. De akkor kétszer kellett leforgatni? Vagy úgy vágtad össze, mintha? Nem, a cikk arról szól, hogy van egy olyan mondat, hogy a végeredmény az a képernyőre kerülő tartalomra vonatkozik, ami országonként más, ezt ők leírják, de ez elég kétértelmű. És a másik értelmezése ennek a mondatnak az lehet, hogy a verseny végeredménye, ami országonként eltérő, tehát Brazíliában a brazilok nálunk, mi az oroszoknál meg az oroszok nyerhetnek. Tehát ez egy hülyeség, mert hogy van egy exakt nyertes, aki a vége. És itt írja a Six, hogy ugye van egy videó, 1,8 környékén kezdünk el örülni izomból, és kimondja Gundel Takács Gábor, hogy mi nyertünk, utána jön a falmászás, amiben ugyan az oroszok agyonvágnak minket, de hogy ez már nem oszt, nem szoroz, és hogy a magyarok a nyertesek, hát 1-12 körül megkapják a díjat. Az orosz tévében ezzel szemben azt mondják, hogy a magyarok csaltak, de mindegy is, mert van egy olyan feladat, amire már nem kapnak pontot, és az oroszok bezsebelik a falmászást. Aha, szóval még csaltunk is. A videón 1-6 körül látszik a megóvott feladat, utána a csapat megbeszélés, szomorkodás, falmászás után 1-13-10-nél a díjátadó, aminek során ugyanazt a díjat kapja meg az orosz csapat, mint mi, és itt az oroszok nyernek. Tehát te kétszer érdekes. Adták át az első díjat is? Na de hogy nyeri, egy versenyt? Két ország csapata, hát ezt nem tudod megnyerni. Ez nem olyan, mint hogy amik egy mit tudom én, egy 5-tusa világkupán, ahogy hívják ott az ötödiket, már úgy nem annyira akarnák megcsinálni, és 4 után eredményt hirdetnek, mert hogy hazai rendezésű. De várjál! Ez eddig jók voltunk. És most mi vagyunk, állj, óra, állj, mi már nem lovagolunk, nem csinálni, nem futunk. Figyelj! A cikk szerzője megnézi a verseny hivatalos oldalát, a franciát, mert hogy francia nyelven veszik föl, ez ugye francia az eredet, és aztán minden ország alá speakerkedik magának. A francia oldal az oroszokat hozta ki nyertesnek. A magyar oldal Magyarországot hozta ki nyertesnek, míg az orosz oldal az oroszokat. Hát akkor ezt az oroszok nyerték. Ha a franciák is oda fújtak, gyerekek, akkor... De nem lehet, hogy akkor a magyar köztévé azt mondja, hogy akkor ezt itthon mi nektek megnyertük, de egyébként világviszonylatban nem a magyarok nyertek, hát Jézusom. Akkor, hogy van, hát az már a vér, ez tök pozitív. Figyelj, van ebben kupa, vagy érem? Hát van, ebben van egy győztes, de a francia oldalon azt írja a Six, hogy a francia oldalon az orosz csapatot említik elsőnek, míg a magyar oldalon a magyart, és az oroszon az oroszot. Tehát valaki linkel, gyerekek. Ez nagyon kell. De hogy több ország is, mert hát, hogy... De akkor tök egyszerűen eldönthető, hát most azt a pillanatot nem tudták kétszer rögzíteni, amikor mondjuk a trófeát átadják. De azt átveszik az oroszok is. Na. Ugyanezt a díjat kapja meg. De hogy kaphattuk meg mi is, meg ők is? A magyar műsorvezetők nem mellesleg ott állnak és vigyoroglat tapsolnak a díjnak. Egy 13 után van a díjátadó, aminek során ugyanazt a díjat kapja meg az orosz csapat. Ezt nem érti senki. Aha. Meg is kapjuk a magyar a díjat. Hívjuk fel a Gundit.
Tessék? Hívjuk a Gundit azonnal. Hívjuk el, már most már nem tudjuk fölírni. Csak a magyar változatban volt műsorvezető. Ja. De vagy az oroszok, vagy van két díj, vagy nem csal senki, csak mindenki a saját országában megnyer, és tök mindegy, hogy mi az egész hónapos versenysorozat lényeg, hogy tényleg a Brazíliában a brazilóak, Angliában az angolok, tehát mindenki megnyeri saját magának. Tehát mi nyertünk egy szettet, ott volt egy gyors kupa átadás, és mi azt tettük be a végére. És mindenki kap egy kupát, és mindenki a saját országának. És mindig oda teszed, ahova akarod ezt a kupa átadós részt. És most van 20 ország, és mindenki azt mondja, hogy hallod, megnyertük az Eurovíziót. Vagy nem Eurovíziót, hanem megnyertük a játékhatárok. És a Brazíliában a brazilok hiszik, azt az oroszoknál az oroszok, mi magyarok most örülünk, hogy mi megnyertük. Szerintem igen. Hát ez nagyon érdekes. Vagy lehet, hogy azt már az elején rögzítik, mindenkinek átadják a kupát, és akkor te ízlés szerint, ahova akarod, ott helyezed el ezt. Na, de gyerekek, ha mi nyertünk, akkor kamutnak az oroszok. De olyan jó, hogy hát mindenki pozitív. Mert itt valaki azt írja, hogy külön verseny nyerték meg a falmászós, az tök jó. De a Six linkel egy oldalt, ahol az orosz köztévé az oroszokat hozza ki győztesnek. Hát akkor ők nem az alternatív dolgot nyerték meg, hanem az orosz köztévé azt mondja, hogy mi megnyertük a játék határok nélkül című versenyt. De hát ennyi erővel mi is linkelhetünk akkor, nem? De akkor a franciák miért mondják az oroszokat? Hát mert akkor az oroszok nyertek. Akkor mi kamuzunk. Na de mi csak nem mondjuk azt, hogy akkor nem mondjuk hát azt, hogy akkor megnyertünk. Hát de a franciák is azt mondják, hogy az oroszok nyertek. Ez nagyon kemény. A franciák nem azt mondják, hogy holnap írjuk fel a Gundit, ezt kérdezzük meg. Én nem láttam ezt a műsort, és ítélkezni se akarok se dönteni, csak a cikk alapján ezt elolvasva, itt valaki linkel. Vagy van egy félértés, vagy van egy külön verseny. De hát mondom, hogy azt írja a Six, hogy ő megnézte a verseny hivatalos oldalát, a franciát, ami az oroszokat hozza ki nyertesnek, idézek a cikkből. Uh-huh. Akkor nem nyertek a magyarok. Jobb akarnak lenni a Putyinnal. Na akkor mi miért nem őket hoztuk? Hát de látod, hogy mi is. Akkor nekünk is őket kellett volna kihozni. Ez igaz. Nem lehet, hogy Laci, te láttad, a magyarok átvették a kupát, és elmondta a Gundi, mert a cikke szerint elmondta a Gundi, hogy megnyerte. Nem lehet, hogy ez a falmászás az már egy ilyen külön bónuszverseny volt? Tehát megnyertük az akkor miért hozza a francia köztévé? És aki akar, még mászhat falat. Egy félig felbontott sertésmájkrémér, egy konzerv uborkáért, és egy plusz kamu... feladat gyerekek. Külön hát hány ilyen van? Egy külön díjén lehetett menni, és ott az oroszok nyertek. Csak azt írja, hogy a játékot az oroszok nyerték, de az utolsó játékban az oroszok nem jól csinálták a feladatot, ezért mi nyertünk, mert elvették tőlük a pontot. Tehát akkor arról van szó, hogy az oroszok azért tették a végeredmény, mert nem voltak nem hajlandók ebbe belenyugodni, hogy tőlük elvették a pontot. Oké, a magyar oldalnak is van egy érdekeltsége, az orosz oldalnak is. De a franciák, akkor miért tették fel az oroszokat, akiktől elvettek pontot? Mert szabálytalanul másztak falra, vagy gurultak májkrémes dobozban, vagy nem tudom, mit csináltak. Fölhívjuk a Gundit holnap? Jó, ám ma már nem fér bele, kérdezzük már meg. Hát vagy a Putyin urat még az le. Nagyon fura. És ahogy látom, az oroszok a falmászást nyerték meg. Igen, de az orosz csapat tagjai mind utcai ruhában vannak. Ráadásul így győztek a falmászásban. Aha. A magyar csapat meg sportol. Azt írják, a hallgatók, hogy Magyarország nyert, Oroszország nyerte a bajnokok fala külön díj első helyezettjét. Bajnokok fala. Szabálytalanok voltak, és kizárták őket. Na de akkor milyen szemetek a franciák, hogy nem azt írják, hogy mi nyertünk? Miért írják? Lehet, hogy ők odáig nézték. És mondta a szervező, hogy... Megnyerték, jó van gyerekek, menjünk haza. És közben aztán jött a... Tényleg, megnyerünk egy ilyen kontinens viadalt ország-ország között, és még itt se tudunk egyértelműen kijönni abból, mert a franciák is mást írnak, meg az oroszok is. Hát milyen világ ez, hogy miért nem ismerik el, hogy mi nyertünk, de tényleg. Na, miért mondom, fáj a franciáknak, hogy mi nyertek? Nem, még van 5 perc, nekem már nem kell, már beírom, hogy az oroszok nyertek. Hát ne nyerjenek az oroszok egyet le honlapon se a franciáknál, és írják be, hogy Magyarország megnyerte ezt a versenyt. Hát ez... Na mindegy. Hát basszus, hogyha ha ezt látom, vagy előbb tudom, az egész hétvégén tönkre ment volna. Jó, megkérdezzük a Gundit, kíváncsiak vagyunk volna föl. Talán világ ez. Hát tényleg szemétvilág. Mutatjuk a nap legjobb pillanatai, mivel foglalkoztunk. Ha nyertünk, legyen ott mindenhol, mi nyertünk. Nem? Komolyan. Hát de. Tóth Veráról beszélgettünk kora reggel, hogy miért bántják annyian a ruhája miatt szegénykét. Kell-e, hogy valaki olyan ruhában álljon ki, hogy megfeleljen? Nem. Feladat egy énekesnek, hogy figyeljen arra, hogy milyen a ruhája. Nem. Vagy az a fontos, hogy hogy énekel, és hagyják őt békén. Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy mit csinál akkor az ember vendégségben, ha nem ízlik a házigazda főztje. Ugye Gwyneth Paltrow rendezett egy kis otthoni, kis baráti vendéglátást, és 12-en lettek rosszul a rakott karfiortól, mindenki hányt. Arról beszélgetünk, hogy mit csinálsz, ha vendégségben vagy, és nem ízlik az étel. Megmondod, nem mondod, őszinte vagy végig hazudod. Ha esetleg kapnátok egy meghívott Gwyneth Paltrowtól egy ebédre, akkor nagyon jó. Gondoljátok. Hát kérdezd meg, hogy jó. Mi lesz.
Ja, igen. Ez a rakott cucc, akkor menekülj. Na, többen írjátok, hogy hívjuk a Gunit. Holnap följük, nem volt már a leszervezet, de holnap megkérdezzük, hogy ezt egyszer is mindenkorra mondja ki, hogy itt csalnak az oroszok és a franciák. Ma sajnos nem tudtuk elérni, hogy nyilván még mindig részeg. Még mindig, az örömtől. A csalódás, a bánat. Igen, úgyhogy holnap megpróbáljuk fölhívni. Most pedig mutatjuk a nap leges, legjobb pillanatait. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello, nyilván. Én abban a táborban tartozom, aki nem sérti meg a szakácsot. Inkább azt mondom, hogy én ezt nem szeretem. Aha. És ebben benne van az, hogy azt a fajtát nem szeretem, amit ő készít, de azt a szegény anyósom évekig azt hitte, nem tudom, valamelyik ajánló, hogy én ezt nem szeretem, pedig hát csak... Közösen mentetek egyszer nyaralni, és nem tervél olyat. Mi volt az, mit csinálsz? Nem tudom, erre már is konkrétan nem emlékszem. Próbálod elfelejteni, bármit. De az úgy megvan, hogy ezt évekig mondta. Ja, hát tudom, hogy azt nem szereted, akkor nem azt csinálok. Tehát voltak ilyenek, persze. Hát igen, ez egy nehéz dolog, hogy az ember mit csinál vendégségben. Hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, mi az ajándékcsomag. Hi. Latt FM. Az! Így is jó, már rányomtam, de jó. Hello. Igen, elfogadjuk. Hello. Daki, azt írtad nekünk, hogy így igen, hívnak. Én vagyok. Hello. Hello. Na, jó. Minden lényeges információt átadott. Igen, jó. Hát ő a naphallgatója, ő annyit írt, hogy ugye, hogy vendégségben mondjuk, nem mondjuk. Én csak annyit mondok, mama, kapcsolja ki a rádiót, mert jó ebédhez szól a nóta. Ez abszolút. Dagi mondta is, úgyhogy hallasz minket, Dagikám, te vagy a naphallgatója, szenzációs az SMS, finom utalás arra, hogy nem sikerült jól. Mamának nem jó. Mama főztje, így van, úgyhogy tiéd az ajándékcsomag. Küldjük neked. Csabikám, remek zenék? Most egy olyat hozok, ami nem tartozik az újdonságok közé, finoman szólva sem. Viszont biztos nektek is vannak feltörő olyan... Vannak olyan dalok, amelyek mondjuk stílusban nem vágnak bele abba, amit ti állandóan hallgattok, vagy szerettek, viszont valamiért megkedvelitek, és soha nem fogjátok tudni megunni. Nekem van egy ilyen, képzeljétek el, a Pink, aki bár rocker csaj, meg rockos, de mégsem az, amit mondjuk én gyerekkoromban megszerettem, de van neki a negyedik lemezen, ez a You and Your Hands című dal. Hát egyszerűen az kitörölhetetlen nekem. Besírsz olyan jó, mi? Bármikor, ha naponta 20-szor hallgatom meg, akkor is tetszik 21-szer is. Tehát ezért most ezt ajánlom nektek, mert leszeretném játszani a következő órában. Jó van. Kösz szépen. Csabira kívánság műsorát. De ha mondasz egy ilyet, ami neked is legalább ennyire bejön, akkor meghallgatom. Holnapra kitalálok. Egyet. 10 óra van pontosan, Csabi jön a kíválság műsorral, 555-5500. Ez Csabi telefonszáma, szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg, Csabi nagyon örül. Így mi van. Pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli